Luti házas eseményünkön, amit a választhatóvá kellene gyerekkori oltások, illetve a háttérhatalmi mesterkedések ügyében szervezik szeresen. Gondolom, akik itt vannak, azok a többség olyan, aki már többetik alkalommal jelen van. Kezdjük is a mai eseményünket. Fejes Zsolt egy szép verset fog elmondani nekünk indulásként. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Ez most szintén egy saját versem lesz, és egy kicsit kifejezi a mi gondolatainkat és a jelenkori problémákat. És a megoldást is megmutatja. Fejes Zsolt, ízik még bennünk valami. Ízik még bennünk valami, valami ősi dózsabér. Hát ez az, ami bennünk ég. Nem tud égni lángá válni. Szunnyad bennünk, liberálisuk ősi átka, eladtátok szent hazátok, eladtátok Isten vérét, dózsa könnyes felejtékét. Hol van, hol magyar hazátok? Drága barátaim, hová tettétek szabjátok? Rákóczi újra hadba hív. A magyar most új csatát vív. Új csatát, egy végső harcot. Hol nem ránk mérnek majd hadsarcot, hol mind együtt lesz ki magyar, és győzni fog, mert győzni akar. Túl sok volt már a vereség, túl sok a könny a szenvedés. Most kell nekünk lánggá válni, nem várni és nem lopatni. Ha már a tűz bennünk robog, akkor lesz újra boldog a magyar. Nem kell várni, nem kell félni, a tűz örökké fog égni. Csak legyen, aki szikrát gyújtson. Ősi szkíta nemzetségünk s eszménk, vezess minket a helyes úton. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, és ha lehet, akkor még a ma este fogok egy szép elsőt mondani. Köszönjük szépen, és akkor fel is konferálom az első előadásunkat. Szilárd László tanárom van velünk, megköszönve a megtisztelő előadását szeretnénk kérni, hogy kezdje el. Egy felfedezetlen testrészünk a mikrobiom, a mikrobák közössége, amelyekünk van. Ez lenne az első előadásunk. Bármelyik. Sokáig kell nyomni. Jó, működik. Üdvözlök mindenkit, Szilárd László vagyok, és hát egy kicsit csalunk, mert leginkább a mikrobákról fogunk beszélni, és csak a legvégén lesz a mikrobiomról szó. Itt, ami látható, ezek tulajdonképpen bakteriális alkák, amiről majd nagyon később lesz szó, amikor a fikobiomról és azoknak a kinyerőségből és jó hatásokról. Mit akar az, hogy mikróba? Hát a definíció szerint szabad szemben nem látható organizmusok. Ebben sok minden belefér, beleférnek a vírusok is, amiket általában nem szoktunk belevenni, azért, mert a vírusok, azok nem élő lények, de ugyanakkor befolyásolják az élő lényeket, befolyásolnak bennünket is. Leginkább a baktériumokra gondol mindenki, de akkor hát sajnos, vagy nem sajnos, ide kell vennünk a egyszerű gombákat is. A gombák nagyon jó nekünk, amikor fermentálták, amikor elkészítik egy joghurtot, esetleg ceflét, azt mind-mind a gombák teszik, de tudnak nagy biztonságot okozni beleinkben. És nagyon nehéz tőlük megszabadulni azért, már ugyanolyanok, mint mi valódi seregalmasok. Hol élnek? Mindenhol, minden, tényleg mindenhol élnek. 10 kilométerre a jégben, vagy a hőforrásokban, a Mariannálok alján, mindenhol találhatunk baktériumokat, és nem is csak egyet, hanem általában egy közösséget formálnak. Hogyan szaporodnak? Fosztódással. Na most itt van
Internettől kivettem, ez egy ábra. Tulajdonképpen csak azt fogom elmondani, hogy 220-25 év tévejtése miről szól. És hogyha most itt ül egy-két végzett biológus, orvos, gyógyszerész, akkor ők azt hiszik, hogy ez így van. A helyzet az, hogy nem így van. Először is az irodalom szerint négy fő szakaszára osztjuk a baktériális növekedést. És mi a baktériális növekedés? Van egy élelmiszer, egy tej, egy bármi, azt mondjuk, hogy megromlott, húsleves, kifelejtjük az asztalon, megfertőződik, mert a levegő tele van mindenféle smogával, és elkezdenek szaporodni a baktériumok. Először lassan kezdenek el nőni, ezt nevezzük késlekedési szakasznak. Ez az egyes. A második az exponenciális fázis, ez a gyorsan növekvő, utána van egy úgynevezett állandósult sejtszám, vagy állandósult sejtkoncentrációs fázis, és a negyedik a halászat. Na most van egy rossz hírem, ez pont nem így néz ki, illetve egy csomó mindent összekevertek, és kevernek mai napig is a tudósok. Tehát amit most elmondom, ez nagyon friss eredmények, új kutatás, és sajnos 225 év tévedés kell helyre rakni, nem egyszerű. A félreértések Thomas Malthustól erednek, 1798-ban írta ezt a művét. Tulajdonképpen leírja a populációk növekedésének a eszélyét, dolgozatát. És tartanak sajnos a mai napig. Miért sajnos? Azért, mert ennek nem csak biológiai kivetődése van, hanem gondoljunk a világgazdasági fórumra, ők pontosan Malthusiánusi elvek alapján akarják kiirtani a föld lakóinak nagyobb részét, azért, mert ez egy anglikán lelkész volt, és arra gondolt, hogy valószínűleg az emberiség is exponenciálisan növekszik, ebben teljesen igaz is van. És az anyagi javak meg csak lineálisan tudnak nőni. Majd mindjárt mutatok, hogy mi az exponenciális megoldás. Lényeg az, hogy le fognak maradni az anyagi javak az emberiség növekedésétől. És ezért gondolnak arra, hogy túl sokan mennek a Földön, mert felérjük a Földre. Ha nekem van igazam, akkor 8-10, most már vagyok 8-10 évvel, de 10-11 milliárdnál nem lesz több ember a Földön összességében, abszolút értékben. Mi következik ebből a Malthusi gondolkodásból? A mikrobák osztódógépek? Nem. Egyáltalán nem igaz. A mikrobák nem osztódógépek, sőt, nagyon is okosak, annyira okosak, hogy memóriájuk van, és egymással, saját törzsön belül az egyes egyedek, illetve a különböző törzsek kommunikálnak. Ez az, amit mondtunk, vagy mondok, hogy 225 év óta senki nem vette azokat a fát, azokat az egyszerű kísérleteket, amiket mi megelégeztünk. Na, most ez még nem lesz. Nézzük meg így. Jó. Jó. Tehát, nézzük meg gyorsan a tényeket. Mindenki el tudja képzelni. Osztódik egy baktérium, lesz belőle 2-ből lesz, 4-ből lesz, 8-ból lesz, 10-ből csak csak. Ez nagyszerű. Az elején még tényleg lehet azt mondani, hogy a úgynevezett 2-es hatványával növekednek. Azonban hosszabb távon már ez nem igaz. Exponenciális lesz a növekedés, de kölcsön lesz a 2-es hatványára. Nem, annál egy kicsit lassabb lesz. Na most, nézzük meg még egyszer.
ez egy valódi mérés. Látható, hogy az eleje, az az exponenciális bázis, ez igen gyors, és ha csak a sejtszámot nézzük, akkor ez tart, akár 60-80, 160, akár még 360 napig is, tehát egy éves baci, de már írtak le eseriki a púli, amelyik óráként osztódik, több éveset, ami még ért. Tehát, de ha belegondolunk, és valakinek gondolom, azért is gyűlünk össze, sokunknak gyereke van. Milyen gyorsan fölnő a gyerek? 14 éves korra már gyakorlatilag egy, majdnem egy felnőtt, régen még munkavállaló is volt, ma már nem. De utána már nagyon nem nyúlik, erősödik, megváltozik, nők nőiesebbek lesznek, a fiúk férfiasabbak lesznek, de igazán ebből már nagy változást nem lesz rajtuk, és elérdegélünk, jobb esetben mondjuk 70-80 évig. Tehát ahhoz képest ötszörös. Most gondoljuk végig, hogy a baktérium, ami 1 óra, 5 óra alatt eléri ezt, vagy ez speciál egy lassabb növő, ez 5 nap alatt eléri gyakorlatilag a felnőtt kort, akkor hányszor 5 nap az 1 év, illetve ha több év? Hát nyilván nem úgy csináltuk több évig ezt a kísérletet. Tehát amit meg kell állapítani azt, hogy fölge a baktérium, és a sejtszám, a sejtkoncentráció állandó marad. Van egy másik fajta mérési lehetősége a bakteriális növekedésnek. A mikrobiológusok ezt jobban szeretik, mert ez kényelmesebb. Fogják, vesznek egy, mi úgy hívjuk, hogy peticsésze, amiben szilárd agarral szinte kiszélesztjük a baktériumunkat, és ezek a fehér pontok, amiket én bekarikáztam, ezek a kolóniák. Leszámolják, hogy hány kolóniát látnak, tudjuk a indítást és megmondjuk a számot. Nagyon nagyszerű dolog, csak hogy ez a baktériumoknak az életképességét, a vitalitását méri, és nem pedig a sejtszámát. Eddig nagyjából ugyanaz a kettő, de itt majd el fog válni. És azok a görbék, amiket lehet látni az interneten, hogy hogy nőtt baktérium, az mind CFU-s, illetve csúnyát mondok, tudós emberek, úgyis úgy van ez 220 év óta, mindenki elhitte, mi nekünk is ezt kell mondani, hát van egy kihalási szakasz. De ez egyáltalán nem kihalási szakasz, hanem ez csak azt jelenti, hogy a baktérium, amikor kiteszik egy lemeze, már nem képes kolonizálni, nem képes fölnőni. Most nézzük meg így egybe a kettőt. Tehát ezek együtt futnak elég sokáig, aztán szépen elválik. Ez a kolónia formáló készség, ez a vitalitása a sejteknek. Ez pedig az összes sejtszám, amit mikroszkóp alatt én leszámolom és kiszámolom a koncentrációt. Ez pedig a tömeg. Most ez mit mond nekünk? Ez azt mondja, hogy attól, mert hogy ő nem osztódik, még hízik. Tehát egy baktérium is hízik. Ez miben mutatkozik meg? Hosszabb lesz. Nem vastagabb, csak hosszabb. Na most, egyszerűen, hogy lehet elképzelni. Ugye sokféle modellt kidolgoztak, meg gondolkoztak, de senki nem nézte még meg. Mi megnéztük. Az a lényege, hogy a bakteriális sejtek csak úgy, mint a mi sejtjeink, egyszer csak abba hagyják az osztódást, és elkezdenek, csúnyozóan differenciálódni, megváltoznak. Ők is ugyanúgy, mint a mi sejtjeink, az öregedés fázisában lépnek. Tehát a bakteriális sejtdifferenciáció az a következő. Van egy úgynevezett exponenciális vagy osztódó sejtípus. Ezt sokszor úgy hívjuk, hogy bakteriális őssejt. Most bennünk is vannak sejtek,
amit képesek hozzáadni. Én gondolj mindenki arra, hogy ha megsérül a keze, elvágja a konyhába, elesik a gyerek, legyorozolja a bőrét, stb. Akkor az benő. Ezek az ősejtek, hogy pont a keratodicitál. De hogyha valaki rácsap jó keményen a kalapácsol az ujja végére, ugye, akkor az bedagad, ütted, mindent csinál, fáj, bekékül, sejtek nekrózisban vannak, az bennüket nem érik el, de ott meg az izmod, a szaterita sejtek fogják visszaépíteni. Tehát vannak bennünk olyan sejtek, olyan sejttípusok, amelyek képesek az megújítással, a szervezet önmegújítására. Viszont ezzel vigyázni kell. Van számos enterápia, majd napig is folytatják a kísérleteket. És az a baj, ezek a divat eredményeket, kutatásokat kikapják, nincs kész még a tudomány, nincs kész a mögött az elmélet, de milyen jók az a alkalmazunk, igen. De ez most nem először az előadás, csak jegyezzék meg, hogy a rák, a tumor, az annak a ős talaja, amiből kiindul, az az ősejtek, azért, mert az a bosszúra. Most egy szomatikus sejtet, egy bőrsejtet azért nagyon nehéz ellágosítani. Amik kinőnek a bőrön, mint rákos sejt, az nagy valószínűséggel egy keratodicitában, vagy egy fibroblasztban nevelnek, vagy másból. Tehát egyáltalán nem az a szomatikus sejtek. A szomatikus sejtekkel mi már elérlegéjük értünk végén, egyszer kommentelően megkérdeztek, akkor hogy van az, hogy megújul a szervezet. Igen, megújul, a bőr is megújul, a bélkálmahárunk is megújul, sok minden megújul, az idegsejtől nem újul meg soha. Lecserélődik szép lassan, és amikor már lecserélődik lenne az a vég, akkor már nem öregek vagyunk. De ezt most nem, ezt majd a következő alkalommal mesélem. Tehát van egy osztódó fenotípus, az osztódás maga nagyon gyors, elhanyolható, a stacionál sejt állapothoz képest. Hát ez egy nagyon új eredmény. Van egy átmeneti fenotípus. Ez az átmeneti fenotípus, ez pontosan ez a letörés. Lenne, ha világítani, de most nem világít. Nem lényeges. Tehát pontosan itt a hajlatban van. Kimozdult az állam. Tehát erre is van egy fenotípus. Mi az, hogy fenotípus? A fenotípus a megjelenési forma. Itt mindenki homo sapiens, mindenki, nem mindenki, az ölében mindenki, vagy legalábbis milyen fehér emberek vagyunk, de ha lenne egy másik őrszínű, akkor ő egy másik vazat tartozna, másik fenotípusban tartozna. És mégsem vagyunk egyformák, annak ellenére. Van, aki szőke, van, aki barna, van, aki kékszemű, stb. Van, aki magas, van, aki sánta. Ezek a fenotípusok. És van egy a stacionálra jellemző fenotípus, amit el tudok különíteni, és van az a leszálló ág. Tulajdonképpen a leszálló ág az még azt jelenti, aki tud osztódni, a különbözet az, aki már nem tud osztódni, na, ők a szomatikus sejtek, és egy ilyen szűzisíndróma cipve, hogy a szomatikus bakteriális sejtek. Na most, mi az, ami még izgalmas? Miért alakul ki ez a stacionál fázis? Ez egy nagyon fontos fázis, mert hogy ebben töltik a legtöbbet a baktériumok, és van még egy, nagyon fontos megegyeznünk. Minden rosszat és jót ebben a fázisban termelnek meg. Tehát ha kapunk egy fertőzést, akkor exponenciális észre se veszünk. Akkor csak elkezd majd ebben a szakaszban folyni az orrunk, vagy éppen jellemző módon arra a bakteriális vagy gombás fertőzésre. Majd amikor tényleg betegek leszünk, akkor már itt van. Ezen a fázison vagyok.
Na most akkor gyorsan, ugye később tettem, de most ez nagyon kívánkozik, hogy akkor most mi van az antibiotikumokkal? Hát az antibiotikumokat sajnos, mert nem tudják, mert nem hajlandók tudni, hogy nő egyáltalán egy bakteriás populáció, mindenki erre dolgozik, az extra rendszer szakasza. De mire már adják, mi már ezzel régen túléltünk, mi már a mi baktériumunk ebben a szakaszon van. És innen van az, hogy vagy hat, vagy nem hat az antibiotikum. És látjuk a legegyszerűbb baktériumokat is, hogy nagyon sokszor úgy változtatják meg, nem azért, mert ki akarja védeni az antibiotikumot, de elképzelés is a kanamicinről, elképzelés is a mondjuk a ciprofloxacinról, de úgy változtatja meg a metabolizmusát, a fenotípusát, a fehérjét, hogy az antibiotikumot egyrészt már képtelen halni. Tehát a mi javaslatunk, jó lenne már végre valaki kidolgozna erre egy antibiotikumot. Na de, mi van még ezen az ábrán, ami nagyon-nagyon fontos? Ha megfejtenénk, hogy mitől áll le az osztódás, akkor ez minden a világ összes mikrobájára lesz igaz. És ez lenne a legjobb antibiotikum. Ami nem vegyszertől, mert nem vegyszertől függ a növekedés állása, mert ha mondják, a fák nem lőnek az égig, a baktériumok sem lőnek az égig. Az első állapán, megpróbálok visszagondolni, de nagyon helyesen, ugye? Nem tudja megmagyarázni, mitől van neki ez a lapos rész, ez a stacionár fázis, és azt mondja, hogy hát mi van akkor, ha állandóan osztódik a baktérium, majd döglik. Osztódik, döglik. Osztódik, döglik, és akkor az átlapja, hogy egy ilyen platót. A válasz az, hogy de nem. Mi megnézzük, megszámoltam a döglött sejteket. Németben találtam 5 darabot 1 millió között. Tehát azt úgy mondják, tudom, hogy 5 ppm volt az érdeke, elhangolható. A baktériumok általában nem töltenek. Lassan, nagyon lassan döglenek. De ezen a szakaszon a korai stacionárban biztosan nem. Tehát kell egy fék. Találjuk meg ezt a féket. Hát már találtunk egyet, maga a sejtkoncentrációnkra. Elkezd osztódni a baktérium, és növekszik a koncentrációja. Gondoljuk arra, hogy megszabadosodik a húsleves, ezt mindenki el tudja képzelni. Hát abban azt jelenti, hogy minél több és több organizmus él. Na, az biztosan egy fék. Megpróbáltuk összekevergetni a különböző állapotából a sejteket. Ezt a sejtet összevegyítettük ezzel, ez is egy fék. De nem minden baktériumnál sajnos. Érdekes módon ennek a vitalitását vesztett, de még egyszer mondom, még élő baktériumnak viszont nem volt semmilyen hatása az új egyedek. Van még egy fontos tulajdonság, amit eddig senki nem nézett és nem sültek rá, ez viszont már abszolút kapcsolódik majd magához, a mikrobiomhoz, mégpedig lenne a higítás hatás az osztódásra. Most gondolom, rengeteg mikrobiológus ül, de egyébként biztos van egy-kettő, vagy biológus. Tudják, hogy egy baktériumfajt, egy mikrobát úgy tartó föl, hogy amikor eléri ezt a terítési, így is meg. Jó? Tehát eléri ezt a terítést, akkor innen kiveszünk egy a századba, mondjuk egy-két cseppet beleteszünk egy literbe, és akkor azt szépen fölnőben megint ezt a koncentrációt. Megnéztük, hogy mi van akkor, ha elkezdjük higítgatni, melyik az a koncentráció, aminél elkezdeni a baktérium. Ez éppen a 70%-os gömbéig nem jön. Viszont az esemény kialakulni, ami
egy ismert gyomorbaktérium, őt 30%-ig lehet hibítani, anélkül, hogy újból fölnőne. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha mi megiszunk egy pohár tejet, megevédelünk, bármi történik a gyomorbéltartalommal, akkor a baktériumok nem rohannak azonnal és utána jönnek, hanem ők tudják azt, hogy ha-ha, de már nem csapsz be, mert egy óra múlva már a bértartus elviszi a folyadékszintet, miért jöjjek én utána? Na de innen jön a kérdés, hogy mi van, ha egy fertőző vacit adunk be? A fertőző vaci nem tudja ezt a játékot, ha egy kicsit higítunk rajta, azonnal utána nő. Tehát őnek nincs ilyen intervallum. Ha egy picit is higítok, mondjuk ez a piros vonal, akkor pillanatok alatt eléri a kéket. Ugyanez van a ciánnal. Az is eléri a kéket. A szürke is eléri, és mindegyik eléri a kéket, mert ő nincs belevonva ebbe a játékban. Neki nem annak tudnak ki azok a mechanizmusai, hogy változik a gyomor folyadékszintje, illetve táplálékellátása. Ez teljesen véletlen, ez egy alig 3 éves eredmény. Mit mutat ez? Vannak, itt tudom, akik laborban dolgoznak, tudják, ez egy mágneses keverő, itt van egy ellenmelyel lombik, ez egy mágnes út, amit belehelyezik ebbe a lombikba, alól forog, egy elektromotor forgatja, egy gondolom egy erős mágnes, amivel, vagy amin keresztül ez a rúd elkezd, és igen, ez a bab, vagy minek nevezünk, elkezd itt forogni, és látszik is itt az örvény, hogy anélkül, hogy bármilyen kontaktus lenne, a mágnesen keresztül ezt megforgatjuk. És azt vettük észre, hogy bizonyos baktériumok egyáltalán nem nőttek, és nem értettük, hogy ez most miért volt. És nem értettük, hogy ez miért van. És aztán elkezdtük vizsgálni a baktériumokat, és nyilván 3 félét találtuk. Egy, akinek nincs hatása, egy, akinek abszolút megállítja a növekedését, és 2, fokozza a növekedését. Most megvizsgáltunk egy egyébként nagyon veszélyes baktériumot, Staphylococcus aureus, és őnek éppen pont fokozta a kezdetén a növekedést, tehát hamarabb elérte ezt a platót, mint a nem kezelt, viszont sokkal hamarabb elvesztette a vitalitását. Vagyis ez jó hír számunkra, mert akinek például nem kellene dolgozni például egy helikobakteriummal, és akkor lehet, hogy venni az ember egy kávétalálót, vagy egy nagyisten egy kisebb porszívót, ráteszi a este hasára, bekapcsolja, fél órát megy rajta, és utána megjön. Ezt nem tudom, ezt ki kell próbálni. Ezzel még nem próbáltam, de azt a filokókusznál már ezt nem megint lesz megy. Bocs. Tehát a Staphylococcusnál bizony ez megy. Tehát a mágneses keverő hamarabb olyan baktériumok jönnek létre, amikor soha többet nem tudnak újra fertőzni. Na de ez mit jelent még? Ez azt is jelenti, hogy itt sajnos, ugye, mobiltelefon minden megszólal, tele vagyunk elektroszmoggal. A sötét erők rákényszerítik az elektromos autót. Mi ül az ember? Pontosan egy elektromágneses motor, amit az ember. És mi következik? Könnyen lehet, hogy a sperma, a férfiak spermája vagy nem fog mozogni, vagy elveszti egyáltalán a nemzőképességét a férfi. Teljesen véletlenül fölhívott egy szakmabeli, más kérdezett, csak én mondtam neki a felfedezést, hogy hát ha már ő a szakember, én meg csak most kezdtem ezt a szakmát, már ezt a mihan hatása van az elektromágneses térnek. Hát ezt tudjuk.
Azt mondja, hát a villanymozdonyi vezetők azok nagyjából stennek. És aztán egy kommentelő beírta, hogy igenis rágot szoktam kapni. Tehát sajnos bingo, nem így akartam. Akkor most térjük át a mikrobiomra. Mi a mikrobiom? A mikrobiom mindenki használja. Jó? De igazából nem biztos, hogy jól használjuk a fogalmat. A mikrobiom, ott meg kell nevezni, hogy mondjuk a bél mikrobiom, vagy a szem mikrobiom, vagy bármi, mert a mikrobiom, mint definíció, tartalmazza a helyet is, ahol a mikrobák együtt élnek. A mikrobák közösségét definíció szerint mikrobiótának hívják. És ez nagyon fontos. Minden test részében élve mikrobák. Tehát nincs olyan, hogy steril, nem lehet olyan, hogy steril. A májban is élnek, a vesében is élnek, az agyban is élnek, mindenhol élnek mikrobák. Csak az a kérdés, hogy mi termelnek. Majd erről később beszélünk még, de a termelés még egyszer mikor történik, a stacionál állapotú baktériumban történik. Tehát nem azt kell elgondolni még egyszer, ez egy nagyon rossz felfogás, és ezzel most küzdök én itt egyedül a színpadon, remélem meghallgatják a üzenetemet, hogy a baktériumok nem arról vannak, nem azért vannak, hogy egyfolytában növekedjenek. Őket úgy kell felfogni, mint egy élőlény. Olyan szinten élőlény, hogyha két törzset összekeverek, akkor az áttörzs pontosan tudja, hogy neki hol lesz szaplatója, és a végtörzs is tudja, hol lesz a platója. És a baktériumok leginkább nem ellenségek. Nagyon jó el vannak egymással. Imádják egymást. Nem mondom, hogy nincs olyan, aki egymás ellen küzd. Van olyan. De leginkább ők szeretik egymást. Ez az alapállapot. Na most ilyeneket lehet hallani, hogy aki már nagyon mikrobiomos kutató, azt már mondja, hogy jó, hát igen, és van egy-két kiló baktérium a gyomrunkban, meg a végbelünkben. A válasz az nem, nincs. A végbél is, gyomor is, az egy cső. Majdnem sima cső. Ami kis edze van rajta, az annyi van rajta. És állandóan megy át rajta a folyadék, megy át rajta az élelmiszer, tisztít a minden. Nem. 1-2 gram, 10 gram. Nekünk fel kell növeszteni pont egy pályázat kapcsán minden nekünk kiosztott baktériumból 10 grammot, ugye a szárazanyag tartalmat. De van, amelyikből már 50-100 litert lefermentáltuk, és még mindig is meg a 10 gram. Tehát nem, és bennünk maximum 5 liter víz van. Legfeljebb, hogyha van nagyon sörös és edzett neki, akkor 8. De sokkal több nem. Na most visszatérve még ide, a jó és a rossz bacilla. Ezt megint csak azért mondom, mert tudom, hogy vannak orvosok. Mindig felmerül a kérdés, és akkor a fertőző baktériumok hogy kerülnek hozzá, hogy indul el egy kifizet kolerajárvány? Bennünk van, az is bennünk van. Nincs olyan, hogy puf, ott lesz, mert háború van, és ismert nem mosdottál. Nem, minden bennünk van. Legfeljebb a kimutathatóság szintje alatt van. Most ez azért is jó még itt a mikrobiomnál, mert elérjük oda, hogy most nálójában a széklet-transplantáción is gondolkodnak, illetve próbálnak el. Most ez megint ugyanaz, mint az őssejtterápia. Fél tudással beleugrunk valamibe, amit nem ismerünk. És már ebből voltak bajok, nagyobb megbetegedések, mert nem kompatibilis két ember. Azért a mikrobiom az majdnem olyan, mint egy új lenyomat. Milyen pacik élnek bennünk? Mert azt mi határoztuk meg, illetve a mikrobiom meg bennünket határoz meg. Tehát ez egy ilyen oda-vissza játék. És abban a pillanatban, hogyha kapunk egy székletranszplantációt, lehet nagyon jó eredménye, de lehet, hogy bele is halunk. Mert olyan táptalajt biztosítunk, ami az eredeti gazdának meg se fogja, mert az ő immunrendszerének, az ő mikroflórája azt pont elnyomta azt a baktériumot, azt a mérgezőt, de amikor átteszik velünk, akkor mi megkapjuk a fertőzést és belakunk.
Na most, ez a divat, azért is mondom, hogy ez most a divat. Pár száz törzsben tolom, pár száz, nagyon sok az a pár száz, mert a pár száz az azt jelenti, hogy Ezt fogod mindig, és akkor nem kellett. De nincs benne. Tehát az a lényeg, hogy... Ja, most az nem érzi érteni. Most valaki kiugrott. Ki kell menni, vagy lépni. Jó, most jó, most elindul. Szuper, az a előre menni. Az a vissza. Tehát érdemes-e meghatározni a mikrobiomot? Nem. Ezt most tovább mondom, nem. Megmondom miért nem. Azért, mert ami nekünk jó, és amire kíváncsi a tudós, úgyse tudja, hogy mi az. Fog kapni a paciens 160-260, esetleg még többé, egy teljes spektrumot, tele lesz ismeretlen baktérium névvel, és akkor megverődik a vállalat, hogy milyen egészséges, milyen gazdag a mikroflórája, és közben beteg. Ugyanakkor, tehát, hogy az még egyszer, ez megint szakma, kiszólok. Nem szabad elmenni genomi vizsgálatra sem. Sem mond meg semmi, komolyan mondom. Kifizeti az ember a milliókat rá, és nem kap válasz semmire. Mutációkat kap, kaptam egy ilyen fájl, 6 gigafájl, és akkor mire megyek? Semmire. Nem tudom megmondani, hogy azért beteg, nem azért beteg. Ugyanez a mikrobiom is. Nagyon fontos viszont a mégis az egészséges mikrobiom. Na most ezen már sokat gondolkoztam. Lehet, hogy az öregedés megint csak ugyanez van. Öregszünk, mi magunk, mint test változik, a bél nyárvártyája, más hormonok keringenek bennünk, és ez visszaad a mikrobiomra. És ha visszaadott a mikrobiomra, ő alkalmazkodik hozzá, és majd az a új lépés az, hogy ő már nem azt is nem úgy fogja termelni, amit eddig termelt. Tehát volt egy nagyon okos ember, egy gasztroenterológus azt mondta, hogy hát amit ő tenne egy ilyen 10-15 éves gyerektől levenni a mikrobiomját, eltárolná, és időskorban visszaadná. Ez egy jó ötletnek hangzik. De! És mindig itt van a de. Az ugyanaz, mint az őssejt, vegyük le a gyerek születésekor, ugye, a köldöcsinar ősvér, tehát köldöcsinar vérből az őssejteket, és majd ez milyen szuper lesz, mert akkor majd bármi lesz, akkor ez visszanyúlunk. Nem lesz szuper. Nem tudunk visszanyúlni, mert ami abból kijön, az csak arra jön, hogy elindítjuk kísérletet, de ugyanez van, és ezt jobban el lehet érteni. Amikor például veszünk egy széklet mintát, ha nem azonnal 5 percen belül dolgozzuk föl, az nem ugyanaz, ami még nem volt a belegben. Miért? Megváltozott a környezet. Itt hipoxiás oxigéntől szegény környezete van. Kikerül, az oxigénre kerül ki. Tehát már megváltozik a mikrobiom összetétele, még a legjobb szándékkal is. Se jelentelek a széklet átültetést, se mikrobiom vizsgálatot nem akarok. Azt viszont már tudjuk, hogy ők határozzák meg nagyjából a közérzetünket, mert létezik egy B-nagy tengely. Tulajdonképpen az agy után a bél van a
a legjobban körbevéve, behálózva hidegsejtő légződésekkel. Tehát ezt mindig viccesen mondták, hogy a hülye férfi az eszét a hasába hordja. Válasz, igen, ott, vagy ott is. Ki tudja, hogy mi hat jobban? Hát így néz ki a vél. Na most egy, ami hiányzik, a száj és a nyelvcső. Nem akarok komitozni, lehet, hogy itt lesz komitozás még. De miért volt és miért rossz, amikor garatból és orrból veszik a mintát, és abból mondták meg, hogy valaki komitos, nem komitos, fertőző, nem fertőző. Azért, ezt biológusok tudják, hogy mi az új szájunkhoz tartozunk, itt bejön a táplálék, itt megtámozik. Aztán mit tegyen, mennyit töltik benne. A lényeg az, hogy minden, amit levegőt veszünk, ételt veszünk magunkhoz, az a szájüvegbe kerül, a levegő az orrüvegbe kerül, vagy szintén a garatba kerül. Tehát, ha itt valaki fertőző beteg, vagy bármilyen vírus van, vagy bármilyen baktérius kódát lehet, mindenki kapottnál belőle, nem kell megérni. Az immunrendszerünk elintézi. De még egyszer mondom, a mintavevés milyensége, mert azzal bárkit ki lehetett hozni pozitívnak. Mit befolyásol a mikrobiom, meg egyáltalában a mikrobiom? Vérnyomást, allergiás tüneteket tudnak produkálni, a fertőzéseket nem kell bemutatni, gyulladásokat tud okozni, és ami legújabban most megjön a sláger téma, rákot tud okozni, még egyszer, még a stacionál fázisban lévő, mert nem osztódó baktériumok által megtermelt anyagok. Több kutatási folyamatot tudok Magyarországon, van, aki a mellrákot kutatja, és azt mondja, hogy bizonyos típusú mellrákot a gyomorba levetnek, a gyomorhastabért tumorok, az a kézenfekvők, veserák, szintén prosztatarák. Gyógyíthat-e a mikrobiom? Hát ha le tudnánk jönni, hogy melyik az a típus, amelyik a rákot okozza, akkor nekünk olyat kell adni, amelyik, hát egyrészt azt kéne valahogy kiszedni, de hát erre mondtam, hogy az, hogy szed ki. Valahogy 600 törzsből, a több ezer alfajból, nem tudja. Táplálkozás függő. Mivel etetjük őket? Ez az az egésznek a rák fenéje. Pontosan be kell lőni, egyének kell szabni, minél több zöldséget, minél több nyersanyagot. És akkor vissza az antibiotikumhoz. Tehát az antibiotikum még egyszer megnéztük, vagy 8-10 antibiotikumot. Nem lép meg a baktériumot, megállítják a növekedését. Ha kimossuk, akkor újból elindul a növekedés. Akkor mégis miért hat az antibiotikum? Mert csak segített, minek? Az immunrendszerünknek. Tehát az egészséges immunrendszer a lényege az egész életünknek. Az vér meg bennünket, nem az antibiotikumok. Nagyon még egy rövid, a legtöbb rákos. Már inkább azt mondják, hogy a metabolizmus váltja ki, és a genetikai mutációk, amivel én lejelentem, az csak következmény. Egyébként a rákos eseteket is mi takarítja el, napjában több mint 10 000 rákos típusú sejtet kezdeni, az immunrendszer. Na de itt én abba hagyom, mert akkor itt már megint covidozhatnánk és vakcinázhatnánk, amivel éppen tönkretették az immunrendszerünket, hogy mind ez ellen védekezünk. Zászló, a mikrobiom a mi barátunk, a baktérium a mi barátunk, könnyen lehet, hogy még azok a baktériumok is, amik egyébként más esetben, a tifusz, kolera, mérgező, de abban a közegben lehet, hogy pont olyan anyagot járt, ami a mi segítségünkre van, a mi egészségünkre szolgálja.
És itt fejezném be az előadást is, hogy gondolja, nem erre a rákutatásra érek most a legjobb támogatást, ha lehet. Köszönöm a figyelmet! Látom előnök a érdekes előadását a mikrobiókról. Az a kérdésem, hogy van-e hozzászólásod kérdés előadásához. Most ugye úgy terveztük a mai találkozókat, hogy mindig lesz idők arra, hogy beszélgessünk. Tehát, hogyha van valakinek bármi kérdése, akkor tegyen örömmel, akkor látom előnök egy rendelkezéssel. Igen? Kérdele valaki, és én oda még nem jövök. Lehet, hogy tudok elég hangosan. Nem? Elakadt sokat? Elakadt sokat, mikor van? Köszönöm. Azt mondod, hogy a találkozom, hogy a hívításban szaporodnak a baktériumok. Így van. Azt szeretném megkérdezni, mert elkérdezni. Azt mondtuk, hogy amikor fertőző beteg állapotban vagyunk, akkor minél többet ígyunk, jól gondolom-e, hogy az jelent némi hívítást a baktériumnak is? Hát, most két része van a kérdésnek. Az egyik az, hogy nyilván, ha fertőzésben vagyunk, akkor olyan értelemben nem jó a sok víz, hogy lövesztjük a baktériumot. Olyan szempontból viszont igen, hogyha ez hasmenést okoz, diurrát okoz, akkor egyszerűen kimosódik, mert ahogy megbeszéltük, vérrendszerünk az egy cső. Tehát ha megszabadulunk tőle, akkor lehet, hogy így hatva a sort iszunk. A másik pedig, hogy a szalmonellánál és még egy csomó más ilyen fertőzőnél általában a legnagyobb baj a kiszáradás. Nem maga a baktérium és a baktérium termelt a toxin. Tehát jobb az, hogyha többet iszunk, akkor nem visznek be, és nem lesz infúzió. De egyébként nagyon jó kérdés. Budai Gábor, szóval esett az akkumulátoros autókról. Olyan valamilyen szakértői vélemény reagálása a kormánynak, hogy ugye többen bevérték például a cseppfotóval is, hogy egy Faraday kalitvaként viselkedik. Nem tudom, hogy ezzel nem lehetne appellálni, és meggyőzni, hogy nagyon keményen károsítja az egészséget. Igen, na most ez is két része van a kérdésnek. A Faraday kalit az éppen a elektromágneses hullámokat kivédeni, de itt nem arról van szó, hanem arról, hogy egy forduló mágnesen ütköz a motor maga. Ezt én úgy fogalmaztam meg, és ezt tudom mondani, hogy mi arra nem vagyunk jogosoltak, hogy sperma, sem mozgás, sem vitalitás vizsgálatokat végezzünk, de nyilvánvalóan erről lesz szó. Csak azt mondom, hogy ha a baktériumokra, élőlényekre ilyen hatással van, akkor ez logikus. És erre jött egy ismert mesterséges megtelepítő állomás vezetőjének rokona, aki megmondta, hogy igen, de ők ezt tudják, hogy ez megvan, ez létezik a probléma statisztikusan. De ők nem tudták megfogalmazni, hogy miért. Na most tudom, van az interneten a Horváth András, lehet nem szerintem megnevezni, mert egy közszereplő, ilyen elektroautó, felkent, blogger, elvitt kütyümütyüt és mindenféle elektroszmogot mért. Én megkérdezem, hogy mit mér. Mi se tudjuk azt, hogy mi hat ebből. Nem tudjuk, hogy a mágnes, váltakozó mágnestér, csomó mindent nem tudunk. Tehát ő nem tudom, hogy mit akar kimérni. Bedugott egy kütyüt, azt mondta, hogy nincs hatás. Azt viszont pontosan tudom, sajnos közvetlen ismerős egy akkumulátor állomás mellé költözött, és augusztusban temették. Tehát nagyon veszélyes. Csak jelentek meg tudományos cikket, az 5G-vel régóta foglalkoznak, és az 5G kapcsán nézték az elektromos autókat is. Ugye a csesedőket azt is kis kosárba betesszük, egészen közel tesszük az akkumulátorhoz. Az akkumulátort úgy kell elképzelni, mint kettő darab bőrönt.
hatalmas mennyiségű elektromágneses teret, de ezek a hatások nem rögtön mérhetők ki, tehát nem rögtön kezd el hányni, hanem ha rendszeresen használja ezt, ez egy túlterhelés mindenféleképpen. Erről vannak cikkek, csak a cégek ugye megveszik bizonyos tudományos embereket, akik ellenkező cikket is megjelentetnek, és azt propagálják. Például van az ICNIRP, ez a hivatalos szervezete az 5G-nek, ami ezzel foglalkozik, ő szabályoz mindent, tehát hogy milyen dózisokban lehet használni, mennyit lehet minden. De ha fölmegyek a honlapjára, akkor magyarul is elolvasható, hogy semmilyen határértékért, semmiért nem vállalja a felelősséget, és ugyanakkor ő határozza meg a határértéket. Menjünk föl, nézzük meg, ezt mondtam sokatnak annak idején, megnéztük és oda van írva, jogilag, ő nem vállal a felelősséget, tehát így fogjuk fel. Nagyon fontos az elektromágneses tér, hiszen a természetes elektromágneses tér az utóbbi időben már több milliárdszorosára nőtt. Az, hogy például te itt a baktériumokat említetted és vizsgálod, vannak olyan baktériumok, amik egész életüket elektromágneses vonal mentén télik. Tehát volt olyan cikk, amit olvastam, hogy figyelték a baktériumot, és csak így vonalba megy. És utána megmérték, és ott volt egy elektromágneses tér, és az egész életét azt szabályozta, és azt szerint hozott az életet. Igen. Tehát valakinek pozitívként hat az elektromágneses tér, kevés belőle jó is, de ha sok, például egy demerkészüléket lehet használni, mert az jókat tud elérni, de ha már egy nagyobb mennyiség is ellenőrizetlen, és a szabályzatot 10-20-szor meghágó, senki nem nézi az akkumulátorokat, nincs bemérve, hogy most mennyi van, hányszorosa. Ugyanez, mint az oltásoknál az alumínium kiderült, hogy a gyerekek, amit beadnak, van, amikor 10-szer annyi alumíniumot tesztek bele. Tehát innen kezdődik, hogy az egész rendszer nincs kidolgozva, az elektromos autótól féljünk, ne lehessen, bármikor be lehet zárni, le lehet szabályozni, mindent be lehet építeni, akarják, kigyújhatja az egyik pillanatba, megnyom egy gombot valahol, és kigyúrhat az autó bárhol, ahol megyek az úton, és benne égek, mert lezárja közben az ajtót, ezt senki nem veszi észre. Embereket el lehet vele tüntetni. Ez már olyan technika, ami nem jó, nem hajtáknak. És még egy dolgot szerettem volna mondani, amikor mondod a lakosságot. Az emberiség a Teremtő Isten által teremtetett az egész természet és az ember is. És az emberiségi szabályozó a Teremtő Isten törvényei által. Tehát nem véletlenül van az, hogy van egy háború, és a háború után megnő a fiúgyerekeknek a száma születése. Magasan megnő, hogy kárpótolja az, ami nincs. Ez milyen információ? Ki mondta, hogy én fiút akarok, vagy hogy van? Tehát nem lehet full szabályozni. Most is meg van jósolva, hogy már a 8,5 milliárd egy határértékhez közeled, és le fogja állítani önmagát a természet, mert a természeti törvényei, a Teremtő Istennek a törvényei, tehát ezek nagyon jól vannak szabályozva, tehát így nem kell félni attól, hogy itt végre is a túlnépesedés. Ezt akartam én is mondani. Igen, és a túlnépesedés még ilyeneket mondanak, nevetséges. Ha 10 négyzetmétert nézek a 8 milliárd embernek, elfér a Kárpát-medencébe a 8 milliárd ember, akkor hol van túlnépesedés a világon? Köszönöm. Igen, az a probléma, ha az ember akar Istent játszani, és bele akar szólni abba, amit a természet maga el tud rendezni, és hát most ezt történik, láthatjuk. Igen? Tiszteltem Zöldek Gábor, hogy laikusként két rövid kérdés. Az egyik, hogy amikor biológiai fegyvereket gyárták, akkor nyilván olyan baktériumokat és vírusokat dolgoznak ki, amivel az immunrendszer nem is változhatott. Tehát ezzel tudnak ugye gyilkolni, arra jól értem, meg jól gondolom. Meg ugye a tápanyag, a minden a baktérium semmi, be sem. Bár szeszön nem, mert a immunrendszerünk az úgy megkitalálva, elkezdik ezzel a immungyengítő vakcinázással, mint a Covid vakcinát, a messenger ellenes, ezek arról szólnak. Meg előtte romániában, kanyarójában, de semmiből. Így van, és akkor utána, amikor már legyengült az immunrendszer, utána kezdődik el az igazi gyilkolás. Akkor már tud védekezni a szervezetünk.
Ugyanez volt a Spanyolnátban is. Tehát ott is elkezdték vakcinázni a katonákat, hogy biztosan le, na akkor biztosan mindenki, igen. Igen. Második kérdés? A másik kérdés az őssejtre térnék rá. Éppen tegnap előtt beszéltem egy hölgyel, aki Új-Zélandról hozzák ide azt a szarvasnak a mélepényéből és a narancsából kivont anyagokat, ázsiai anyagok hozzáadásával, amit egyébként innen vittek el a 70-es évekből. Ez egy olyan kapszula, amit ha veszed az ember 7 hónapig tartó túra során napi 2 szemet, elindítja az ősejtek képződést, és oda mennek a sejtek mindenhova, a szívtől kifelé regenerálja a hölgy, valami orvosi tárójelentés. Ha most ez igaz, akkor ezt nem, akkor ez az abszolút egyetes utalákhoz. Meg az ősejteket akkor kell működni, amikor kell. Az nem van programozva, amikor sérülés van. Ha most kívülről fokozzuk, akkor az a halál. De hogy a saját szervezetünk tervele saját ősejtet, akkor is tervele az ősejtet. Ezt nem mondom, ez érdekes, vagy tartjuk erről egy máskor egy előadást. Nem, az ősejt nem érdekes folyamat. Az ősejtek úgy osztódnak, hogy nevezett aszimmetrikusan egyik már elkötelezett, tehát a szövetet kell pótolni a szövet, a másik megmarad ősejtnek. És az mindig megmarad nekünk, mint egy raktár. Akkor létezhet egy olyan placebo-hatás, mert én nagyon rá tudok adtani jókra, ez szkeptikus, mert én beszéltem két olyan emberrel, az egyiknek elkezdett nőni a haja, és az őszfajszálai megszűntek, javult a szeme, megszűnt az cukorbetegség, pedig már rontosták el a lábujjait. Ennyire lehet placebo-hatás, hogy ő azt hitte, hogy meggyógyult, és az őssejt működik? Nem, az őssejt biztos ilyeneket nem okoz, a haj kinövést azt okozhatja. Az, hogy fehér valakinek a haja, vagy még nem őszül, az meg, hát van egy ilyen... Nem, fehér volt a haja, és elkezdett újra visszaszínezni. Igen. A arca megváltozott. Igen. Azt úgy hívják, hogy katalánz, ez egy enzim, ami abba hagyta a működést, hogyha azt még egyszer aktiváljuk, akkor visszajön az eredeti hajszín, vagy más. Hát, biztos, hogy van benne valami. Egy hát, most doktor után még egy kérdésre van. Igen, csak még egy válasz. Teszek erre az őssejtjét is, meg az összes terápiára. Ha valami olyan terápia van, hogy őssejtekben meg mindenben van, hogy 1 millió forint egy kezelés, van ahol 2 millió 3 millió. Ilyen terápia nincs, ezt ne higgyük el. A Jóisten nem ad olyan lehetőséget, hogy szegényeknek ne jussanak hozzá, a gazdagok meg hozzájussanak. Az őssejt terápia, vagy bármi, ami terápia van, mit mond Jézus Krisztus a Bibliában? Azt mondja a vakra, azt mondja a bénára, hogy a hited meggyógyít. Ha most előjössz az ősejtterápiával is, elkezded szedni és hiszel benne, és olyan szakra jutsz, meg fogsz gyógyulni. De mindenki nem fog meggyógyulni. Nem lehet eladni dolgokat, hogy na, akkor ettől mindenki meg fog gyógyulni. Nem. Igen, lesz aki meg. Mindenre van, ami van, de a hitünk gyógyít meg. Ne felejtsük el, ez biztos. Akkor még egy utolsó kérdés, jó? Ambrus Károly vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy megkapott az előadásában azt, hogy 10-11 milliárdnál lefékeződik ez. Csak az a magyarázat, amit Ócsa Fréd elmondott, vagy valamilyen mikrók élőlény csoport tanulmányozásából ez következtetésként kikövetkezik. Ja, hogy a humán nemzőség, de én egyszer csak annyit csináltam, hogy egy bakteriális növekedési görbére rátettem a humán populáció növekedését, és ahol azt tetőzött, azzal a léptékkel nekem is az, hogy egyiket az ezt is ugyanezt mondja, hogy 10-12 milliárdnál nem lesz több. Mert nem lesz több, mert valami ezt leszabályozzuk. Nem tudjuk, hogy miért szabályozzuk le, mert ezért tanulmányozza a pacit. Hát a baktérium nagyon okos. Önszabályozza. Köszönjük szépen. Sajnos letelt az időnk, úgyhogy muszáj, hogy folytassuk. Lesz még alkalom beszélgetni, jó? Köszönjük szépen, Szélek Lászlónak a legjobbat! És akkor a következő előadó Svájcból érkezett Dr. Tuzsa Réka, aki gyakorló orvos és homeopátiával foglalkozik, oltásokkal. Nagyon sok tapasztalata van ezen a téren, úgyhogy hallgassák szeretettel a ő előadását. Sok
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm Önöket. Nagyon köszönöm, Tamás, hogy ott volt meghívásnak, ez még nagyon megtisztelő. Közelebb a mikrofon. Így jó. Még így. Köszönöm. Ez furcsa. Így. Mit hangzik? Mit hangzik? Nekünk jó. Jó. Neki meg rossz. Jó. Akkor így beszélek. Szóval köszönöm szépen a meghívást, és nagyon köszönöm a professzor előadását. Nagyon megkönnyítette a dolgomat, egy csomó agyaltanot, hogy vezessen fel a mai előadásnak. És akkor most ő azt mondta az előadás elején, hogy 225 éves tévedést szeretne helyre tenni. Hát én is valami ilyesmit szeretnék, ugyanis a védőoltás körülbelül 230-40 éves tévedésünk. És a másik pedig, amit említett, hogy a baktériumok azok jók és hogy hasznosak. És ugye, az immunrendszerünk az, ami determinálja azt, hogy egy betegség kialakul vagy nem, ez pedig a védőoltás történetének az egyik nagyobb vitája, az a Pasteur Bichon vita. Úgyhogy nagyon köszönöm az előadást, hogy könnyű lesz kapcsolni. Én mindig annak ellenére, hogy a védőoltás története az a téma, ami legjobban érdekel, mindig esettel kezdtem, tehát klinikai esettel, mivel a gyakorló orvos vagyok. Ez az eset most nem védőoltásról fog szólni, egy pszichiátriai történetet szeretnék Önöknek elmondani, és majd össze fogom kapcsolni, hogy hogyan függ össze a homeopátia, meg a védőoltás, hogyan függnek össze ezzel az esettel. Tehát egy 32 éves fiatalember vallalott be a rendelőmbe 2023. szeptember 12-én. Egy ilyen szőkehajú, sovány, szakállás fiatalembert képzeljenek el, aki egyedül él, nincs sem felesége, sem gyermeke. Egy autószerelő műhelyben dolgozott, de nem régen felmondott, mert nem bírta már a ránehezett nyomást. Abban az időben nagyon sokat fogyott, és rosszul is aludt. Ez körülbelül 3 hónapja kezdődtek ezek a panaszai. Olyan rosszul érezte magát, hogy elment a sürgősségi osztályra, és ott a pszichiáter felírt neki egy hangulatjavító gyógyszert, de sajnos ő nem érezte jobban magát, és mindösszesen annyi történt, hogy sikerült felmondani a munkahelyén. Ami a család ellenőrzését illeti, ez a Wallis-Szakad kanton, ahol én dolgozom, de egy tipikus Wallis-i családból származik. A szülők azok turizmusban vállalkoznak, és vannak testvérek, és ez a fiatalember úgy írta le az otthoni hangulatot, ilyen hidegnek, és különösen az édesanyját írta le úgy, hogy hát anya nem adott nekem, sose ölelt, mert sose pucélt, mert sose ölelt nekem, tehát ilyen hideg képet írta a családjáról. És akkor, ami pedig az ő saját érzelmi életét illeti, 5 évvel ezelőtt szakított a barátnőjébe, és azóta egyedül él, azóta nem volt ő párkapcsolata. És azt is mondta, hogy igaz ugyan, hogy ez a szakítás 5 évvel ezelőtt volt, de a szakítás előtt is soha nem fordult az belőle, hogy jól érezte volna magát. Nehezen indult, nagyon nehezen tudok megélni, úgyhogy egy párszor behívtam még magamhoz, és végül olyan 2-3 száz után csak sikerült neki az érzései a belső világához közelteni, és ezt ki is fejezni, úgyhogy az ő saját szavait idézném most. Azt mondta, soha nem vagyok boldog, a fejemben valami elfoglalja a helyet, folyton a boldog rá boldog. Egy parazita van a fejemben, és időről időre előjön, és elfoglalja az élet helyét, minden élet energiámat elveszi. Mindig fáradt vagyok, harcolok ellene. Egy olyan fájdalomszerű érzés, egy fekete gombolyal van a fejemben csápokkal. Amikor egyedül vagyok, akkor sírok. Ha elfoglalt vagyok, jobban érzem magam. Nem szeretek beszélni az emberekkel, mert stresszel. Ez a rossz érzés, ami a 6-8 havonta jön vissza. Az, ami a következő mondat, ez volt az, ami nagyon sokat segített a szerfelírásba, mert ez ennek a gyógyszernek, a homeopátiás gyógyszernek a lényeg, amit kapott. Azt mondta, az az érzésem, hogy ahhoz, hogy egész legyek, valakivel lennem kell. És akkor 2023. október 18-án kaptam meg az első 3 adag szert,
3-4 hóval jön vissza, és azt mondja, egyre jobban vagyok, és büszkén mutatja a szemüvegét, ugye végre rájött, hogy nem lát jól, és hát ez az óriási felismerés, amikor az ember végre látja a körülötte levő világot, és ráadásul elment optikus, a szemüveget csináltatok, tehát jobban is lát, és kevésbé is fáradt, mert ugye a szeme nem fáradt olyan mértéken, mint előtte. De azt mondja, ami az érzelmeket illeti, nagyon sok változásra. Nagyon érzékeny vagyok, az érzelmeim nagyon hevesek, nehéz őket kontrollálni, de megpróbálom elfogadni őket. Aztán beszél, most van egy barátnője, ebben a novemberben találkozott egy lányom, ugye 5 év után végre találkozott egy nővel. És akkor azt mondja, hogy a nőkkel való kapcsolataimban hamar függővé váltam korábban, féltem, hogy elvesztem őt, ettől szomorúbbá váltam, és ezért szakítottam 5 évvel ezelőtt. Most van egy új kapcsolatom, most nem vagyok szomorú. Úgyhogy el tudta fogadni, hogy párkapcsolatba belekeveredett párkapcsolatba. És azt mondja, hogy csalkos állat ellen, nincs már itt, nincs mivel táplálkozva, nincs hely számára benne. És akkor nagyon tetszett az utolsó mondat, hogy összekevertem a depressziót a szomorúságommal. Tehát ugye ő szomorú volt, és nem depressziós, és ő ki is mondta. Olyan kapott újra 3 adag gyógyszert, és akkor már csak 2 hónap múlva láttam még egyszer utoljára ezt a beteget, utána nem volt szükséges. Azt mondja, hogy decemberben abba hagytam a gyógyszert, tehát ez a hangulatjavító gyógyszert abba hagytam, és nem volt semmi változás, nem történt semmi. Az adott pillanatot élem, az életem sokkal színesebb. Az emberek könnyebben érthetőbbek számomra, elérhetőbbek vannak. Nem gondolkodom annyit, mit is mondjak nekik, már nem csak jó és rossz emberek vannak, az emberek érdekesek lettek. Tehát ugye kinyílt, abból a visszahúzódó fiúból lett egy olyan ember, aki érdeklődik a körülött emberek iránt. Már nem érzem magam egy bekörülött. Szerelmes tettem egy lányba, nem félek az érzéseimtől, nem gondolom, hogy az lehetetlen volt vagyok. És akkor a legből megint egy nagyon szép mondatban fejezte be, azt hittem, hogy több éves kezelésre van szükségem, a gyógyulás meglepően gyorsan ment. Ugye hát látjuk, hogy milyen szépen meggyógyult ez a fiú, és nem tudom, van-e homeopátiával foglalkozott teremben, látjuk, kapott, ugye a sómese az, ami ezt az állatot a legszebben leírja, és egy gyönyörűen meggyógyult ez a fiú, egy néhány hónap alatt, és ráadásul ugye a hangulatjavító gyógyszert, ami erre az állapotra van kitalálva, hogy ez egy visszatérő depressziónak felel meg pszichiátriai diagnózis szempontjából, azt abba hagytam, és anélkül ez sokkal jobban. És akkor feltetnék önök a kérdést, hogy na jó, ez nagyon szép, köszönjük szépen, de mi a kapcsolat? Tehát, hogy miért mondtam én most ezt a történetet, hogy egyrészt azért, mert nagyon büszke vagyok rá, de másrészt pedig azért, mert ugye ez a történet mit mutat? A homeopátiás gyógyszertől meggyógyult ez a fiú egy évek óta tartó, legalább 15 évek tartó rekurrens depressziós állapotból, gyönyörűen kialakult az élete, a gyógyszer abba hagyta. Ugye én végigjártam az orvos egyetemet, és soha senki nem mondta nekem, hogy adhatok nyugodtan egy rekurrens depressziós betegnek homeopátiás szert. Holott ideális esetben az orvosi egyetemen ugye azt kellene megtanítani, hogy mi az, amitől meggyógyul a betegünk. De sajnos nem hallottam, és 35 éves voltam, amikor elkezdtem homeopátiával foglalkozni, és hát az első pillanatban becsuppantuk, és azóta csinálom, és nagyon lelkes vagyok, és nagyon szeretem, és elmegyek mindenféle kongresszusokra, és folyamatosan képzem magam tovább. És minél több kongresszusra járok, és minél több csodálatos gyógyulást hallok, annál inkább van egy ilyen kérdés a fejemben, ami motoszkál. És akkor én annak előtt azt gondoltam, hogy jaj, hát szegény én, a 30-valahány évesen kellett ezzel a módszerrel megismerkednem, úgy sajnáltam egy kicsit magamat, meg sajnáltam, hogy ilyen későn kerültem ennek a közelében,
És akkor egyszer elmentem, 2019-ben kellettem egy korang nevű, egy irigai borolfata tartott egy továbbképzést. Ő egy, a világ egyik legjobb foglalkatája, és a világ egyik legjobb tanára is. És nekünk mi csak akkor mutathatunk be egy esetet, hogyha az illető beteg teljesen meggyógyult. És akkor képzeljük el, ez a borang elkezdett beszélni a tetraplég betegről. És akkor azt mondtam magamnak, hogy oké, na most, hogyha ez is meggyógyul, akkor itt valami nagyon komoly probléma van, ezt valahogy nekem meg kell majd értenem, és hogy ezt valahogy helyre kell tennem. Ugye a tetraplégia azt jelenti, hogy nyaktól lett, tehát a nyakcsigolya sérülés következtében alakult a legtöbbször, és azt jelenti, hogy nyaktól lefelé a beteg béna, és ugye a hivatalos orvoslás véleménye az, hogy hát ez egy gyógyíthatatlan állapot van, aki azt mondja, hogy ez a karma, és akkor pszichológus halakat szabadítunk a betegről, fogadja el, hogy ez van. Akkor azt követtünk 2019-ben gyártva, hogy már nyugtalanul ültem a székemen, és vártam a sztori végét, és bár az elején biztos voltam benne, hogy happy end lesz, de azért, tehát az lett, happy end lett, az történt, hogy ugye csak videón láttam, mert ez egy indiai esetben, ugye láttam a lányt feküdni az ágyban, a tetraplégen, és három hónap múlva megfelelően megtalált homopátiás szertől, láttam járkálni, sétálni, és akkor Gorang ugye a sajátos humorával mondta, hogy még egyébként javasolt neki gyógytornát is. És akkor ugyanakkor elkezdett bennem forrongani valami, és az egészet nem értettem, és éreztem, hogy most valami nagy dolog fog következni az életemben. És az történt, hogy ugye keresett talán, hogy újítam a netet, és a homopátiás szellemi műhely honlapján találtam meg a Flexner jelentést, és akkor értettem meg ezt az egészet. Tehát nekem így jött szembe a Flexner jelentést. Ugye gondolom, a jelenlevők tudják, hogy miről van szó, de nagyon röviden annak, aki esetleg új, most esetben az ajtó, ugye a Flexner jelentés 1910-ben egy biológus veszi magának a bátorságot, és megkritizálja az orvosi egyetemet oktatott anyagot, és a Flexner jelentésnek a nyomán kerül ki a homeopátia, a fitoterápia, tehát a gyógynövények tudománya és az egészséges étkezés tudománya, kikerül az orvos egyetemen oktatott tananyagból, és hogy látszom, hogy összeesküvő vagyok én is, ez a Flexner, ez Rockefeller megdolgozott. És hát ugye ezért van az, hogy a orvosi egyetemen nem oktatnak homeopátiát, és innen jött az én eszméletlen megdöbbenésem, ugye az évek évtizedek során van a lelkhaló, hát ezt is meggyógyítja, meg azt is meggyógyítja, de hát akkor ezt miért? Ezért nem hallottam, mert a Flexner jelentésben következtében egyszerűen az orvos nem jut hozzá azokhoz azoknak az információknak egy részéhez, hogy hogyan gyógyíthatná meg a betegét. És akkor most ez volt a bevezetés, és most szeretnék mégis oltásokról beszélni, a gyermekkori oltásokról, és azt a kérdést fogjuk most feltenni, hogy mi az, amit nem tanulunk meg az egyetemen a felkező betegségekkel, illetve a védi oltásokkal kapcsolatban. Akik 2022-ben hallottak, azok már látták ezeket az ábrákat, de sok új információ van, azon túl sok újat is hoztam. Tehát, amikor egy gyógyszerapiacra kerül, akkor megvizsgáljuk az adott gyógyszernek a hatékonyságát, és megvizsgáljuk a mellékhatásait, és akkor készítünk egy ilyen véleget, hogy vajon megéri-e érdemesen azt a dolgot, azt a gyógyszert alkalmazni. A védőoltások esetében ugye egyéni szinten hatékonyságot lehetetlen mérni. Miért? Azért már visszafordíthatatlan orvosi beavatkozásról van szó. Tehát beadjuk a védőoltást, ott már soha többet nem lesz olyan, mint előtte volt. Tehát nem tudom megállapítani, hogy hogyan reagált volna oltás nélkül, illetve hogy mi a különbség a kettő között.
Így aztán közösségi szinten is, tehát epidemiológiai is, tehát epidemiológiai törvénykel a védőoltásoknak a hatékonyságát. Ez a tuberkulózisnak a dörvénye, a tuberkulózishoz köthető halálozási statisztikát mutatja a bőrben. Ugye egész 1838-tól látjuk, hogy milyen szépen csökken, nyilván a javuló életfeltételek, javuló életkörülmények hatására a tuberkulózishoz kapcsolódó halálozás. És akkor itt látjuk, ez a kémia, tehát az antituberkulotikumok, és itt egészen a görvének a végén látjuk, hogy akkor kerül forgalomba az úgynevezett védőoltás. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy volt egy természetes tüneti csökkenés, és amikor a csatát már gyakorlatilag megnyertük a TBC-vel kapcsolatban, akkor behozták az oltást. Szóval ezeket a görbéket mit szokták, azt szokták vele csinálni, hogy elhitessék, hogy de igen, mégis az oltásod működik, hogy levágják az elejét, és akkor innen mutatják be. Tudom, hogy vannak itt most közöttünk olyanok, akik aktívan harcolnak és azzal kapcsolatban, hogy a védőoltás elnököli védőoltás választható legyen, és hogyha egyszer egy érdemi beszélgetésre kerülhetne sor a illetékesekkel, akik döntést hoznak, én azt gondolom, hogy a TBC ügyében lehetne a TBC oltás ügyében lehetne a leggyorsabb eredményt elérni. Hát ugye, és mi is történt, ugye egy néhány napos forgon bejelik ezt a védőoltást, ami én azt gondolom, én ezt Palkács Legedetnek vélem. Ugyanis ugye a párnapos kiskobát a édesanyja teje védi, tehát abszolút immunitásnak. Bebizonyították, hogy minél később kapja meg a gyermek a védőoltást, annál könnyebben tudja ezt az akadályt venni. Japán példáját hoznám, ahol eltörölték, két év alatt nem lehetett védőoltást beadni, és csodálatos módon a gyermek halad, tehát a csecsemő halál, a hirtelen csecsemő halál gyakorlatra messzünk. Tehát nagyon korán adjuk be a TBC-oltást. De van még egy nagyon jó érvünk, az, hogy ez az az oltás, amiről a WHO is azt mondta, hogy hát ez nem nagyon hatékonynak. Úgyhogy ezt meg, ha lehetne beszélgetni, ezt viszonylag könnyen úgy gondolom, hogy át lehet venni. És ugye mi mindig nyugatra nézünk, sajnos felfele kéne lenni, nyugatra nézünk, és Németországban és Franciaországban sem kötelező már ez a két oltás. Tehát ha abban a helyzetben teszenek kerülni, hogy erről lehet tárgyalni, akkor vannak adatok, amik jelentősen. Diftéria, ugye a görbék nem elemezni, mert ugyanarról van szó, ugye itt jön be az oltás, látjuk, ugyanaz a technika, levágjuk, és akkor milyen hatékony az oltás. És amit a diftéria kapcsán el szeretnék mondani, hogy ez a következő oltás, az Iperte, az a 3-4-5 hónapos korban adjuk meg Magyarországon, hogy nem nagyon van új a nap alatt, ugyanis ezen a betegség ellen egy doktor növő nevű francia orvos talált megoldást a magnézium klorid formájában. Tehát ő leközölte, hogy ő sikeresen meggyógyította, nem tudom, hát gyereket, nem tudom, hát gyereket, magnézium kloriddal a diftériában egy járvány idején. És csodája, az az információ valahogy így eltűnt. Tehát az akadémia már nem hagyta, hogy közöljék. És ugye itt az embernek ilyen dezsabű érzése van, mert én sem akarok nagyon covidozni, de most muszáj, hogy ugye hol láttunk ilyet a covid idején, hogy volt, ami hatott, és akkor valahogy az valahogy nem ment át. Megbetiltották. Tetanusz, görbe az ugye, mint amikor másolva lenne,
És akkor a tetanusznál szintén hoztam olyan információt, amit ha végre egyszer tudnánk vitatkozni velük, akkor elmondhatnánk, és ez fontos, és csak egy mondat, hogy a tetanusznál nézve nincsen természetes immunitás. Tehát ugye azért adjuk be ezt a védőoltást, hogy majd akkor mi egy mesterséges immunitást generálunk, csak az a probléma a tetanusszal, hogy természetes sincs. Tehát ha mondjuk kap az ember egy tetanusz, meggyógyul belőle, utána megint elkaphatja a tetanusz. Tehát ebben az értelemben ennek a védőoltásnak az értelme gyakorlatilag nulla. Arról nem is beszélve, és ez megint egy újabb értünk lehetne, hogy ugye a rossz fejlődő országok, a rossz higién és viszonyok között előfordul csecsemő tetanusz, de azért a köldökcsinót mocskos késsel vágják el, de ugye mi azért velünk nem szalonnán teszünk azzal a késsel, ami jó esetben eszik el, de holló, nem tudom. Tehát mi, a mi viszonyaink között ez a csecsemőkori tetanusz ez gyakorlatilag nulla, és 50 év körül, amikor ugye elkezd lelassulni az ember vérkeringése, mivel hogy ez egy anaerob kórokozó, akkor kezd el a veszély megnövekedni arra nézve, hogy esetleg tetanusz betegségben megbetegedhetünk. Na de kérem szépen, az, aki 3-4-5 hónapos korában beoltottak, akkor azt miért is oltuk be? Tehát, hogy mi ennek a tudományos magyarázata. Ez az utolsó ilyen görbe, amit mutatok, és ennek van egy érdekessége, ez a skarláthoz kapcsolódó halálozás. És szeretném megkérdezni, hogy körülbelül mitől érdekes ez az ábra? Hát attól, hogy nincsen ellene védőoltás. Hát ugye látjuk, hogy pontosan ugyanaz, mint az előző görbé, csak skarlát ellen nincs védőoltás. Na és akkor, ha tudom, hogy hallottak sok előtt, ugye áttérünk a mellékhatásokra. A gyermekkori oltások mellékhatása kérdésre. És tudom, hogy sok előadást hallottak már autizmusról, és azért választottam, hogy a rákot kiválasztottam a számtalan egyéb mellékhatás közül, mert a nyári kongresszus itt hagytam félbeérő hiányába, úgyhogy ezt szeretném, mert ez nagyon fontos téma. Ugye azt olvastam, nem nagyon hittem a szememnek még egyszer, de másodszorra sugyan az volt odaírva, hogy arra készülnek a gyógyszercégek, hogy most akkor majd rák ellenoltást keresnek. De halálkomoly volt, és akkor mennyi időn van még? 20 percet van. Akkor elmondom. Tehát az, köszönöm szépen, az jutott eszembe, amit ugye, tehát volt egy ilyen dezsavú érzésem. Hogy teszünk egy ilyen nagy zárójelet, de most egy egész más dologról fog beszélni, nem védőoltásról és rákról, hanem pszichiátriáról és depresszióról. Ugye már több mint 30 évvel ezelőtt végeztem az egyetemet, nagyon megtanultam a pszichiátriát, a neurológiát, tudtam, hogy ezzel fog foglalkozni. És akkor kijöttem az egyetemről, jöttek a gyógyszerügynökök, és ma próbálták eladni az antidepresszánsokat, és azt mondták, hogy ez azért jobb, mert nincsen szexuális mellékhatása. És én csodálkoztam, mert az a kép, amit az egyetemen elképzeltem, egy depressziós volt, meg ez a dolog, ez így nem nagyon fért össze a fejembe. És sokat olvastam, és sok országot bejártam, és mostanra megértettem, hogy mi történt. Az történt, hogy a depressziónak a diagnosztikus kritériumai jól kitárgyították, hogy lehetőleg a legtöbb gyógyszert fel lehessen elegyezni. A házi orvosokat pedig úgy mondták be a bizniszbe, hogy azt mondták nekik, hogy gyerekek, fel kell ismerni a depressziós beteget, de ha nem ismeritek fel és nem írjátok fel az antidepresszánsnak, akkor a beteg öngyilkolni fog és meghal.
És akkor ezzel szemben, amit én tapasztaltam, az az, hogy a Franciaországban dolgoztam ott akkor, és mondta a főnököm is, meg az ott dolgozó pszichológus is, hogy ők csináltak egy tanulmányt arról, hogy hogyan növeli meg az öngyilkossági rizikót a hangulatjavító gyógyszer. Volt egy betegem, 73-szor volt a pszichiátri osztály, ez már Svájcban volt, minden alkalommal öngyilkossági késztetés miatt. És mikor hozzánk került, leállított a mix gyógyszert, és utána nem ment a kórházba. Tehát ez nem azt jelenti, és szeretném, hogyha jól értem, ennek a hangulatjavítóra szükség van, én is fel szoktam élni. Nem magával a gyógyszerek a probléma, hanem a mögötte álló promóciós adással. Tehát azt kellene kicsit megrendszabályozni, hogy korrektan tudjuk a betegeket kezelni. Na és ezzel a történet jutott eszem, amikor azt hallottam, hogy rák ellen oltás készül. Amikor ezt olvastam, akkor már tudtam, hogy ugye itt ok-okozati összefüggés van. És több forrásról is tudtam. Az egyik forrás azok a hivatalos orvosi tanulmányok, amik leírták, hogy igen, összefüggés van, például a 2002-es tanulmány San Francisco Hepatitis B vakcina rizikófaktor a gyermekkori leukémiának. Vagy a Hodgkin-kórral és a leukémiával kapcsolatban leírták, hogy a gyermekkori fertőző betegségeken való átesés az egy védőfaktor. Ugye ez egy indirekt összefüggés, de mégis ebbe az irányba mutat. Tehát ha átessen mondjuk mumpszon, kisebb esélye van arra, hogy betegrészek rákot kapja. És akkor, tehát egy oldalról vannak ezek a tudományos megfigyelések, más oldalról pedig van a homeopátiás gyakorlat, ami szintén ezt erősíti meg. Ugye az oltást károsodott autista gyerekeknek tinuszis karcinozinumot ad, ami rákos sejtekből készült homeopátiás gyógyszer. Tehát a másik dolog, ami szintén egy direkt összefüggés, az az SV40 botrány. Ugye mielőtt erre rátérnék, még egy direkt dolog jutott eszembe, amikor a hinlő oltás helyén melanoma alakult ki, mondjuk ez is egy direkt ok-okozati összefüggésre gondol az ember. Az SV40 botrány, ez egy, tehát ez egy majmokat megbetegítő vírus, ez az SV40 vírus, és egyszer csak elkezdték felfedezni emberi rákos szövetekben. És akkor hát, mivel hogy egy eredetileg ez nagyon patogén, elkezdtek rajta gondolkodni, hogy a csutába került az emberbe való. Hát úgy került az emberbe, hogy a 60-as években a polióoltással, ugyanis ezt a gyermekvédelmi elleni védőoltást a majmoknak a veselényében néztették, és hát nem sikerült a vakcinát megfelelően megtisztítani, és így került át emberbe ez a SV40 vírus, ami egyébként megint csak lehet dezsavű megkomikozni, hogy akik megkapták a vakcinát, ugye ők maguk hordozóvá váltak, és ezentúl szórták is az SV40 vírust. Tehát a környezetében. Tehát ugye vannak direkt és indirekt összefüggések. A következő ugyanebben a témakörben, amiről beszélni szeretnék, ez a HPV oltás. Ugye Magyarországon csak ajánlott oltás. Japánban már betiltották, hogy meghaltak vele a kislányok, Magyarországon mi még vagyunk. És akkor ugye mi is ez a HPV humán papilloma vírus, ugye? Ez véleményem szerint a mi felkészítésünk arra, hogy majd egy szép napon lesz védőoltás rák ellen. Ugyanis a HPV-nek ugye úgy adják
hogyha ezt az oltást megkapjuk, akkor vagy nem lesz ményakrátor. És ezt a hűgyet felhasználva beoltanak fiatal lányokat, kislányokat, cserdőket, és már most hallottam, hogy most már fiúkat is oltanak. És akkor, hát mi az én bajom ezzel? Hát nagyon sok bajom van ezzel. Az egyik, hogy ugye amikor a gyógyszergyel érdekel kívánja, akkor hirtelen a rány az a multikauzális betegségből, ugye mert azt mondtuk az egyetemen, hogy hát ennek nagyon sok oka van, hogy valaki rákkal megbetegszik. Nem most, elég csak a HPV vírus. A másik az, hogy elméletileg a szűrőprogram Európában hatékony. Ezt olvastam, én nem, ugye nem ebben a témában dolgozom, de én úgy olvastam, úgy tudom, hogy a szűrés, a nő szűrése, az viszonylag hatékony előtt előzi meg a ményakrátot, és működik a dolog. És akkor ugye még egy probléma, megint csak cserdülőkorú gyerekeket oltanak, és maga a betegség elsősorban menopauza körül után jelentkezik. Egyértelműen nem volt elég idő megfigyelni a piacra kerüléskor, hogy vajon van-e rák megelőző szerepe. Van viszont egy svéd tanulmány, ami pont az ellenkezőjét bizonyítja, hogy akik megkapták, azok könnyebben betegszenek meg ményakrákban. Ennek a svéd országban készítésre tartozó grafikon. És akkor van egy személyes élményem is a HPV-vel kapcsolatban. Egy betegemnek a lánya 18 éves, 12 évesen kapta meg, 13 évesen kapta meg a HPV-oltást, és az édesanyám, tehát ez a betegem megkérdezte tőlem, hogy szerintem lehetséges-e az, hogy az ő lánya a HPV-től kapta az agydaganatot. És a mama azt mondta el, hogy gyerek előttem a egészséges volt, megkapta az oltást, és fél év múlva diagnosztizálták nála az agydaganatot. És kimaradtam miatt az iskolából, operálták, epilepszia, mindent, ugye nagyon nehéz dolgokat éltek meg. És olyan két év múlva jelentkezett két másik osztálytárs náluk telefonon, ugyanakkor az iskolából ugyanúgy oltást kaptak, tehát HPV oltást, és az egyik kislánynál már diagnosztizáltak egy agyrákot, és a másik kislány pedig éppen most is látták. Tehát amikor a gyógyszercég azt mondja, hogy rák ellen akar most oltóanyagot kifejleszteni, akkor azért próbáljon meg észnél maradni, és megfelelő kritikával fogadni ezt a dolgot. És akkor lassan a vége felé közeledem, igen, akkor összefoglalnám, hogy véleményem szerint azok a kérdések, amiket most így az élet elénkben. Egyrészt ugye nagyon örülök annak, hogy Magyarországon elindult ez, hogy a gyermekkori oltásokat szabadon választhatóvá kell tenni, de sajnos a csatának csak egy része. Mert ugye ahogy láttuk, a nagyobb kérdés, a nagyobb falat az az, hogy valójában kinek a kezébe helyezzük el az életünket, meg az egészségünket. És ugye ez is nagyon aktuális, hiszen a WHO paktumot most vagy aláírjuk, vagy nem. Már alá van írva. Akkor aláírjuk már. Még van egy harmadik. Jó. És hát én köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy meghallgattam, és ennyi szerettem volna mondani. Köszönjük szépen Dr. Tuzsa Vitának a érdekes stimulás előadását. Újra kérdések lesznek.
Még a WHO-i közönnek hozzátennék, hogy nagyon sok fordulója van ennek az aláírásnak, úgyhogy majd májusban lesz végélesítve, tehát még felmutathatja a kormány azt a kártyától, hogy arra vártunk, hogy utolsó pillanatban majd kilépjünk ebből a dologhoz. Reméljük, hogy ez fog történni. Minden esetre mi is próbálkozunk minden félével, úgyhogy erről is lesz például Sarvas Pusztán szó. Sarvas Pusztai rendezvény ugye jövő héten csütörtökön indul, vasárnapig tart, és ott arról fogunk eszmét cserélni, hogy hogyan rakjuk össze az ellenállást, ami minden oldalról fenyeget bennünk, egyik ilyen ugye a doltások, amivel most a Zsoritától is megtudtuk, hogy igazából nincsen ártalmatlan oldás, mindegyikkel probléma van, gyerekkoriakkal is, felnőttkoriakkal is, a fiataloknak adottakkal is, tehát igazából ez az oldás egyetlen lesznek, ami nem kellene valahogy a társadalomnak a éberségét felébreszteni ahhoz, hogy változni tudjon minden, mert ugye arra apelálnak, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez vég. És így aztán nagyon könnyen beleülnek ebbe a pocsolyába, hogy nyugodtan lehet oldogatni, nyugodtan lehet olyan jogszabályokat hozni rá. Hogy? Nyugodtan lehet rá olyan jogszabályokat hozni, ami hát bennünket újabb és újabb károkhoz segít. Jó, tehát akkor van egy kérdés, tudod, hogy támogatni. Beszéltünk ugye arról, hogy a pszichiáternek, hogy lenne egy öngyilkos a beteg, a depressziós, akkor gyógyszer kell mindenféleképpen, tehát ilyen antidepresszáns felírnia. Itt volt ugye ez a 32 éves fiú, akiről első körben beszélt Rita. A pszichiáter nem tudja megállapítani, hogy ő depressziós, illetve olyan lelki válsága van, illetve hát szomorú, ahogy az illető ezt állította, hogy ne kelljen neki antidepresszáns írnia, tehát ezzel még rosszabb állapotba sorolta, és ha nem találkozik Ritával, lehet, hogy öngyilkos lesz. Tehát ez egy rókafogta csuka, fordított logika. A gyógyszergyártó cégek vannak mögött, ahogy mondta Rita. Igen, hát ez a ponton egyetértek, igen. Így van. Tehát az a baj, hogy a Flexner jelentés óta egyszerre nincsen, tehát alternatív medicinának csúfolnak olyan dolgokat, ami valójában rendkívül hatékos. Szerintem mindenkinek van Gyuri bácsitól meggondolt ismerőse, Gyuri bácsi teájától. Tehát ezt miért nem mondják el nekünk az egyetemen? Hát valóban itt probléma van. Tehát mindenki tud most, hogy ide feljönnek a színpadra, mindenki elmesél legalább egy ismerős, a csodálatos gyógyulását a Gyuri bácsi teájától. És hát ez a baj. Itt van a baj. Igen. Azért, mert a szegedi biológiai professzor az fel akar feljelenteni Gyuri bácsit még az életében kuruzslásért, és azért lobbizott, hogy ezt alkalmazhassák ellene, ezt a kuruzslás törvényt. Aztán ez szerencsére elbukott. Na, van-e más kérdés? Igen? Szeretném megkérdezni, hogy a Sómesi életet említeni ezt a... Mi ez? Ennek a szernek a neve, Nátrió? Moriáti nyugattól álltunk. Még egyszer most hát a só, a konyhasó, Nátrió. Só. 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 Pánik beteg, nagyon-nagyon stresszes, tehát azt szeretném kérni, hogyha homeopátiához kapcsolatos kérdéseik van, az volt homeopata.hu, és ott van egy lista, egy orvos lista, és ott kellene feltenni ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Jó? Nagyon szépen. Sziasztok. Én is csak hozzászólnék, tehát a homeopátia meg a gyógyszer. A gyógyszerek mind szintetikus anyagok. Tehát ha úgy nézem, mérgek.
Tehát általában mit 50%-ban haszon, 50%-ban kár. A homeopátia mindenféleképpen rezgés. Tehát ha van valaminek hatása is pozitív lehet, az a rezgés, amit tudjuk gyújtani. Tehát érdemesebb mindenre. Én használtam például ortopéd betegeknél is, tévizületi panaszoknál, stb. Van homeopátiás kenőcsök, és bevártak is jók voltak ugyanannyi, és közben nem vissza olyan káros anyagot, amivel kárt tud okozni. Tehát tényleg ez sokkal jobban kéne egyetemen tanítani, kéne stb. Mert ez egészen más jellegű és jó jellegű mozgás. Meg az jutott eszembe, hogy... Tehát odáig kellene elérni véleményem szerint, hogy az orvos aki az orvostudományi egyetemen jár, az tudja, hogy mikor kell homeopátiás konzíliumot kérni. Ezt nem kell végig tanulni, mert tényleg hosszú, meg sok, meg aki nem szereti, az nem kínulódjon vele. De odáig mindenkinek kérdezik, hogy akkor most felhívom a kórház homeopátiáját, és üzenítom, mert ezt ő meg tudja kezelni. Igen, tehát negatívnak állítja a homeopátiát az egyetemen, és az orvosok kikerülnek negatívan is. Tehát 180 fokat kell fordulni, hogy vissza tudjuk menni. Én is fordultam 180 fokat. Nyilván te is fordultál az egyetemi végzettséget, mert az egyetemi. Még egy dologra hittem, hogy azon is gondolkozzunk el, hogy ugye megjön a ősz vagy valami, és akkor az óvodákban, a bölcsödékben nincs is egészséges gyerek, mindenki otthonban, mindenki gyógyul, ez nem normális. Régen ilyen nem volt, gondoljunk végig a régi gyerekkorunkra, vagy mindenki, nem volt ennyire tömegesen. És ez megint az oltásokra kell gondolni, hogy gyengítik az immunrendszer, és azért van ez a sok minden, hogy megegyül az immunrendszer. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a kérdést. Most a Pantor Csilla professzorosztunk következik. Oltás utáni károsodás esetén felelősségre vonás,
Viszont, hogyha valamit nem oltásnak nevezünk, hanem az legyen génterápiás készítmény, vagy injekció, vagy csak egyszerűen valamilyen gyógyszer, akkor a gyártó, ha kár okoz, akkor azért felelősséggel tartozik. Na most ez nagyon komoly különbség és probléma, és az, hogy az oltás gyártói ne lehessen felelősségre vonni, ezt a világ szinte összes országában elfogadták. Arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy idén az Európai Unióban lesz a gyógyszerészeti jogszabályok felülvizsgálata. És mi történt? A Pfizer, BioNTech és a Moderna kétségbe esettel elkezdett lobbizni az EU, Svájc és az Egyesült Királyság szabályozó hatóságinál, hogy a modernes vagy mRNA-s injekciókat ne lehessen génterápiának minősíteni. De ez tulajdonképpen génterápia, az eredeti szabadalmak is említik a génterápiát, viszont ha génterápia, akkor felelősséggel tartoznak, és ha kárt okoznak, kártérítési kötelezettségük van. Tehát ezért nagyon fontos tudnunk, hogy mik az oltások, és különösen, hogy mik az mRNA-s és a mRNA-s oltások. Hogy ezt megértsük, egy pici bevezetést kell adnunk a genetikára. A génállomány, a DNS jönti a következő generációk számára az információt, az örökítő anyagot. Ebben egy információs egységet génnek nevezünk, és általában egy gén az egy vagy több fehérje felépítését segíti, és mutatja meg. Most a fehérjék itt a négy nyakláncban különféle aminósavakból állnak, ezek vannak fölfűzött láncák, ezek összetekerednek és valamilyen formájú fehérjét fognak képezni. Na most a gén maga nem alkalmas arra, hogy ez a fehérje szintézis alapja legyen, ezért az a DNS-ről egy másolatot kell készíteni, úgynevezett mRNA-sre kell átírni, ami már a fehérje gyártásnak a gyártási utasítása, és meghatározza, hogy milyen aminósavak következnek a fehérjére egymás után. Na most, azt esetleg most érdemes az előadás idejére megjegyezni, hogy három egymás után következő bázispár, egy triplet, az egy aminósavat határoz meg, és minden aminósavnak másfajta tripletje van. Tehát az mRNA-s, az a DNS szálról készült másolat, ami a bázispárok más egy kicsit az RNS-be, meg a DNS-be, pontosan összeírják, és ezek átíródhatnak a DNS-ből RNS-re, viszont a DNS-nek azt használják, hogy kb. Csak 90-valahány százaléka aktív gén, a többi az útban személy, ezt erről most nem beszélünk, de a lényeg az, hogy a másolt DNS-ről egy pre-mRNA-s vagy heteronukleáris RNA-s készül, ami egy érési folyamaton megy keresztül, tehát ebből részek kivágódnak és összeragasztódnak, és amikor elkészül erről az mRNA-s, ez az, ami a fehérjét kódolja, és egy RNA-s csak egyetlen féle fehérjét képes kódolni, ha csak egy stopjel van benne. Tehát a fehérjészítésre van egy startjel, ott az átérként szakasz RNS-re, és ott a végejel, és ez egy fehérjét kódol. Ezt lennedadom nagyon röviden zárán is, ott a DNS, erről íródik át a pre-RNS, vagy heteronukleáris RNS, ebből érés folyamán vágásolgasztás kialakul az mRNS, tehát az információ a DNS-ből az RNS-be, és onnan az mRNS-be kerül, és egy mRNS mindig csak egyféle fehérjét az aminósavak láncolatát határozza be. Fehérjék szintézis az mRNA-ről tripletekként, az három egységenként történik, mindegyik meghatároz egy aminósavat, azok beépülnek a fehérje láncba, így alakul ki különféle hosszúságú összetételű fehérje lánc. Na most, ahogy mutattam az ábrán, a hagyományos genetika szerint az információ áramlás mindig a DNS-ről az RNS-be, és onnan a fehérjébe történik, és sokáig azt gondolták, hogy csak ez az egy irány, ami létezik és érvényes, egészen addig, ameddig fel nem fedezték a retrovírusokat. Ugyanis vannak olyan vírusok, amelyek a saját genetikai információkat nem DNS-ben, hanem RNS-ben tartják, és ez az RNS
ezek a vírusok képesek visszaérni a DNS-be, ugye reverse transcriptáz nevű segítségével, ami megfordítja az információ áramlás irányát, és az RNS-ből megy DNS-be. Na most, amikor ez az információ irány váltás megtörténik, akkor elgondolkozhatunk az, hogy ez csak a vírusokra jellemző tulajdonság, vagy pedig van az emlősöknek és köztük az embernek is ilyen enzimet, és igenis van, találtak és leírtak két olyan enzimet, mindegyik az RNS-től DNS-be írja az információt, az egyik a spermában minden Lyme-1-es retrotranszkriptázon, a másik pedig a, úgy hívják, hogy PU10 reverse transcriptáz. Ez is képes az információt az RNS-ből a DNS-be átérni, és hogy nem csak dumálunk itt az első cikk, itt a második. És ami történik ilyenkor, hogy az előbbi mutatott információ áramlás iránya megváltozik. A reverse transcriptáz, az mRNS-t vagy az RNS-t képes visszaírni a DNS-be. Na, amikor az mRNS-ről egy természetes eredet érződik, addig vannak szintetikus vagy mód RNS-ek, ezek viszont szintetikus fehérjéket képesek előállítani. A COVID-19 oltás is jelent, és itt van a cikk, ami megmutatja, hogy sejtkultúrában a reverse transcriptáz, ez bizony visszaírta a vírusnak az RNS-ét. Na most, akkor térjünk egy kicsit a MOD RNS-re. A laborrögtű úton előállított RNS-eket MOD RNS-re, módosított RNS-re, vagy mRNS-nek hívják. Ez a név, ez különben a moderne szabadalmából jön. Minden COVID-19 kezelés, legyen az RNS vagy DNS alapú, azzal a céllal kerül az emberbe, hogy ott a SARS-CoV-2 vírusnak a tüskefehérjét szintetizálja. Na, ha a cél a tüskefehérje szintézise, akkor a tüskefehérje aminosavrendjét le lehet váltani tripletekre, abból vissza lehet következtetni az mRNS-re, és ez visszaépülhet a DNS-re. Azt tudjuk, hogy a természetes tüskefehérje, ami a valódi vírus, azt a hozzá kapcsolódik egy sejthez, mert most itt a mikrofon kicsit útban van. Képzeljük, hogy ez a kezem a sejt felület, ő a vírusnak a tüskefehérjéje. Amikor ezek kapcsolódnak, a tüskefehérjének megtörik a szerkezete, összeomlik. Tehát minek kapcsolódik a sejttel, és kialakulhat az immunválasz, abban a pillanatban ez a tüskefehérje összeomlik, azaz erről immunválaszt nem lehet kerálni. Ezért az okos tudósok kitalálták, hogy ezt a tüskefehérje szerkezetet stabilizálni kell, és ezt meg is tették, úgyhogy prolin nevű aminosavokat építettek be. Ezek ilyen módszerében kapcsolódnak be a fehérjelátba, és stabilizálják a tüskefehérje szerkezetét. Ott van ez a cikk, ahol ezt leírják. És akkor ezek után kérdés az, hogy hogyan lesz egy szintetikus fehérje, ami a szintetikus tüskefehérje a modernesről. Ahhoz, hogy a tüskefehérjét stabilizáltuk, meg kellett változtatni az aminosav sorrendet, ennek megfelelően át kell alakítani az mRNS szekvenciát is, módosított mRNS szekvenciává. Tehát az első lépés, hogy az oltásban, vagy oltásra kezdett valamiben a tüskefehérje aminosav sorrendje nem ugyanaz, mint a természetes vírus. Aztán ennek megfelelően a tripleteket meg kellett változtatni, és akkor úgy kellett kialakítani a módosított RNS szerkezetét, hogy erről jó, stabil tüskefehérje keletkezzen, de maga az mRNS az problémás dolog, mert nagyon könnyen lebomlik a szervezetbe, pár percig van esetleg életben, ameddig néhány kópia elkészülhet róla, mert a szintézis és a lebontás dinamikus folyamata a mRNS mennyiségét határozottan szabályozza. Na most, ha ez nagyon gyorsan lebomlik, akkor nincs elég idő ahhoz az immunrendszerre, hogy erről valamit is
szintetizáljon és az a immunogén hatása legyen, azaz olyan fehérjét tudjon előállítani, amit az immunista rendszer képes felismerni, és ezen valamit is tenni. Tehát az mRNA-nek ezt a nagyon gyors lebontását meg kellett akadályozni, és stabilizálni kellett az mRNA-t is, módosítani kellett, hogy módosított legyen, és ezt kétféle módszerrel lehet elérni, úgy, hogy a sejtben lévő normális enzimek ne is felépül, ne bontsák le, és az egyik fajta átalakítás, az egyik bázis, az uridin, egy pseudo-uridini alakítása. Tehát ez a természetes anyag, ami benne van a természetes mRNA-be, és ehelyett csináltak egy pseudo-uridint, ahol itt lehet látni, ez szén, ez nitrogén, ez szén, a gyűrűt egy kicsit megforgatták. Ez elég volt ahhoz, hogy az embernek a sejtjeiben, vagy az állatok sejtjeiben lévő enzimek, amiknek a feladat az mRNA-s lebontása, ezt ne is vegyék föl és ne tudják lebontani. A pseudo-uridinnek van egy másik nagyon kellemetlen tulajdonsága, mégpedig az, hogy stop jelként működik. Egy pillanatra. És a nyakláncon nem csak dekoráció, hanem demonstrációs eszköz is. Ugyanis minden egyes pseudo-uridin stop jelként működik a fehérjelált szintézisekkor. Na most, ha figyelembe veszük, hogy a tüskefehérje milyen fehérje részeket tartalmaz, a piótfehérjétől, a HIV-on keresztül, a lepráig és egyebek, nem meglepő, hogy a tüskefehérje, illetve ez a módosított mRNA-s milyen fajta fehérjék szintézisét teszi lehetővé. Tehát, ha egy mRNA-sben több stopjel van, és ezeket a kék nyilak jelképezik, akkor elindul a szintézis, idáig megy ez a ribosóma szerkezet, akkor egy rövidebb fehérjéhez keletkezik, vagy tovább megy, és akkor egy hosszabb, vagy egy még hosszabb, vagy a teljes. És ezt tudom megmutatni a nyakláncomon, ugyanazokból a gyöngyökkel áll, ugyanúgy, csak minden egyes számnak a hossza más. Ez történik a pseudo-uridines mRNA-ssel is, illetve a módosított mRNA-ssel. Tehát ugyanarról az mRNA-sről már nem egy, hanem többféle fehérje képződhet, és hogy ezeket hova teszik, attól megfelelő különböző szakaszok szintetizálódhatnak. Van a módosításnak egy másik módszere is. A bázisokat egy cukorfoszfát láz köti össze, talán az iskolás tanulmányokból emlékeznek rá, viszont módosították a bázt, úgyhogy a foszfától az oxigént kiszedték, és innen helyettesítették. Ezt a vegyületet úgy hívják, hogy ez sztirofoszfát, és számos ilyen más módszer is van, amivel lehet a bázot megváltoztatni. Ez megint stabilá teszi az mRNA-s, a szervezetben lévő enzimek nem ismerik fel, nem tudják lebontani. Van egy nagyon érdekes tulajdonsága is ennek a tiófoszfátnak, és ezt a Moderna szabadalmába találtam. Ott már meg van írva, a szabadalma 2014-ből való, hogy az alfakénnel elektrisített foszforváz a mRNA-s molekulákban várhatóan csökkenti a velük született immunitás. Azaz rontja a immunrendszerünket és a védelmező képességüket, és ezt a gyártók már amikor a patentet megcsinálták, akkor tudták. Na most akkor összefoglalva nézzük meg, hogy mi az mRNA-s és a mRNA-s közötti különbség. Az mRNA-s egy természetes anyag, a sejtben gyorsan bomlik és szabályozottan, a termelt fehérje mennyisége is ugyancsak szabályozott, és a szintézis bomlás sebességét. A módosított RNS, a mod-RNS laboratóriumban szintetikusan előállított fegyület, amely a szervezetben nem bomlik le és nem ülünk ki a szervezetben, mert az enzimeink, akiknek ezt le kéne bontani, nem ismerik föl. Ezért ez az mRNS folyamatosan szintetizálja a tüskefehérjét. Na most hogyan juttatjuk be ezt az mRNS-t a szervezetbe, a szervezetbe és a sejtekbe? A mod-RNS-t egy
népi nanobúrokra veszünk körül, ami lehetővé teszi, hogy ez a sejtmembránokon átjusson, eljusson az egész szervezetben minden egyes sejthez, minden egyes szervhez, sőt még azt is, hogy ezen belül bekerüljön a sejt maga. Tehát akkor a kérdés az, hogy van-e probléma a COVID-inekciókkal. Azt már tudjuk, hogy a tüskefehérjel, ami a víruson van, és ami ellen védekezni kéne a védőoltással, az nem azonos a víruson lévő tüskefehérjével, de annak az aminosavjáit prolinra változtatták. Ugyanakkor a fertőző szervezetben a természetes immunitás kialakulásához, amikor a vírus támad nem csak a tüskefehérje ellen, hanem az úgynevezett vírus köpeny, mindenki látott vírusképet, egy kis labda, ahol állnak ki a tüskét, a tüskefehérje, a köpeny, ez a labdaszerű valami, a természetes immunitás ez ellen is kifejlődik. Amikor viszont az embereket beoltjuk a mód ellenes injekcióval, akkor a tüskefehérje csak ez ellen a módosított tüskefehérje ellen alakul ki. A két immunválaszt meg lehet különböztetni, meglehetősen könnyen a laboratóriumban, itt a cikk, amelyik leírja, hogy van. A következő kérdés, és kikérjük az eladás címéhoz, hogy genetikusan módosított ember. Ha megnézzük, hogy mi a génmódosítás fogalmát, és ide nem volt szó szerint a törvényét a nem, mert az nem könnyen érthető, de génmódosításról akkor beszélünk, amikor egy laboratóriumban előállított szintetikus genetikai anyagot úgy illesztünk be egy szervezetbe, ahogy az a természetben nem fordul elő, és a szervezetünkben olyan testi idegenanyagot termel, ami az a mi szervezetünknek nincs köze, az egy más szervezetnek az anyagát termeli. Ez alapján, kritérium alapján a modellenes injekciókkal bejutatott anyag ilyen módon alakíthatja azt, aki ezt az oltást vagy kezelést meg, vagy génterápiát megkapta, hiszen az injekcióban a laboratóriumban előállított szintetikus genetikai anyag van, amelyet egy természetben meg nem található lipidburokkal vettek körül, és ezt injekció útján juttatják be a sejtbe, és ez nem egy normális természetes bejuttatási dolog. Valamint a szervezetben a tüskefehérjének a módosított láncát tervezni, ami megint egy szintetikus fehérje, és a természetben nem fordul elő. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy avval, hogy szintetikus az anyag, nem természetes módon juttatjuk be, és egy olyan anyagot termel, ami az emberi szervezetnek nem normális fehérje, ezzel kimerítjük a génmódosítás fogalmát. Ha a géntörvény szó szerint kivett értelmezésében nem lehet, akkor még az NRL-es technika nem volt is tehát, amikor ezt megalkották. Gyakorlatilag igenis erről van szó, és a vállalatok nem is titkolják, hogy ők génterápiára használják az NRL-es. A szabadalmak jó része génterápiáról szól. Na most, ha megnézzük az alaptörvényt, abban le van írva, hogy az, aki az emberi vagy magzati génállományt megváltoztatja, az bűnnek miatt 1-től 5 évig, vagy amennyiben ez örökölhető, akkor 2-től 8 évig büntethető. Na most nézzük mi, hogy mi is a jogi helyzet tulajdonképpen a génmódosított emberrel, ha valóban génmódosítottak lettünk. A jó értelmében természetes személyeket, növényeket, állatokat nem lehet szabadalmaztatni. De milyen ezeket milyen hova alakítatjuk, azonnal szabadalmazhatóak, és számos olyan pert ismerünk föl, különösen Kanadában és az Egyesült Államokból, ahol a GMO növények használatáért, vagy illegális használatáért embereket bíróságra vittek. A leghíresebb eset talán a Percy Schmeiser esete, 2002-ben a Monsanto ellen. Tehát az a kérdés, hogy ha a GM növény, GM állat, GM próba a szabadalmaztató és gyártó tulajdona,
akkor mi történik azzal az emberrel, akit sikerül így módosítani? Ő is egy vállalat tulajdonába kerül. Mit jelent az, ha egy ember a vállalat tulajdonába kerül? Milyen jogokat gyakorolhat az ember fele? A következő kérdés az, hogyha az ember többféle oltást kapott, és ez fordult, hogy valaki kapott Modernát, Pfizert, AstraZeneca-t, mit tudom, milyen kombinációval, akkor hogyan osztják meg egymás között, hogy vedelek a keze, farka, lába, feje, hogy fog melyik székhez tartozni. Nagyon, ezek nagyon komoly jogi problémák, ha viccesnek hallgatnak is. Na most a következő kérdés, hogy megegyezést adott az állampolgár ahhoz, hogy őt esetleg génmódosítják vagy génkezelik. Ugyanis nem tájékoztatták az embereket arról, hogy vagy őket, vagy ha gyermeküket vitték el oltani, átalakíthatják-e GMO-vá. A tájékoztatás a GMO-vá alakításnál a génmódosítás végző személy kötelessége lenne, azonban ennek hiányában az oltást adó orvos tartozik ezért kötelességgel, méghozzá büntető felelősséggel, megint komoly büntet, börtönbüntetés jár érte. Hát a COVID-19 emberes oltás nem volt nagyon sikeres tulajdonképpen. Sokan vitatkoztak, sokan nem voltak hajlandók az oltást fölvenni. Ezért Gates és a Világgazdasági Fórum úgy gondolta, hogy meg kéne próbálni olyan egyéb módszereket kitalálni, amivel az emberenest az emberekbe lehetőleg még a tudásuk nélkül is be lehetne juttatni. És azt mondta, hogy szükség lenne olyan oltásokra, amiket anélkül tudnánk rajni neki injekciózni, és ez azért fontos, mert jön a második világjárvány. Na most az amerikai tudósoknak egy csoportja bemutatott egy oltást, amit Airvax-nak hívnak. Ez megint nem rakta be aztán a tudományos cikket ebbe az előadásba, de ezt gyakorlatilag ki lehet spiccelni a levegőben, mondjuk ebben a szobában, és mindenki be van oltva, mert ő belélegzi ezt az MRL-es, megint az ugyanúgy kapcsolatban lép az orrunkba, tüdőbe lép a hápsejtekkel, az immunrendszereket aktiválja, vagy legalábbis megkapjuk a mod RMS-t, ami bekerül a szervezetünkbe. Van azonban más mód is, amit kidolgoztak az MRL-esre és az előadás utolsó része. Megalkották a szintetikus tejet, úgy, hogy például a szarvasfarkát MRL-es oltással beoltják, ahogy az egér kísérlet mutatja, ugyanúgy a tejbe be lehet juttatni a szarvasmarha tejébe is az MRL-es. De itt nem áll meg a tudomány, hanem MRL-est lehet belerakni növényekbe is olyan formában, hogy aki azt megeszi, azt megkapja az MRL-est, és hát itt egy pár formája van ennek. Na, hogy egy kicsit lazítsuk a hangulatot, mihogy befejezném, honnan kapta a nevét a Moderna cég? Az MRNS angolul mRNA így hívják. Ezt elég nehéz kimondani három mással hangzott egymás mellett, úgyhogy az mRNS-ért több és módosított RNS-ről beszélünk, ami módosított RNA angolul, és ezt hozzátettek át egy E-t, mert a DRN, Moderna. Tehát a széget arra hozták létre, hogy ezeket a kezeléseket növényre állóban emberre számukra, a mi javításunkra előállítsák. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdések? Kurilla Ferenc vagyok, és volna néhány kérdésem. Ha meg tudom válaszolni, szívesen. Jó. Hát a vizsgálatok azt mutatták, hogy grafén és hidrogén van a vakcinákban. Erről itt nem esett szó. Viszont ez kell ahhoz, hogy a nanolipideken keresztül a szervezetben létrejön egy router,
és ez a rúter oda-vissza működik. És az oltottaknak, minden egyes vakcinát kapott oltottnak, attól függ, hogy hányat kapott, egyéni magcíme van. Erről bárki meggyőződhet, akinek arra alkalmas mobil eszköze van. Nem hallják. Tehát az oltásokban, a Covid oltásoknak nevezett vakcinákban hidrogél és grafén származékok lehetők fel. A lap kvinta oldalán meg lehet találni, bárki megnézheti. És még elmélyül ebben, nem, mert nagyon komoly anyagok vannak fenn. És ennek a következménye, ez a szervezetben létrehoz egy nanoméretben rútert, meg különböző struktúrákat. Ezek a struktúrák a végén, nem a végén, hanem amikor már létrejönnek, akkor elektromosan működnek, tehát mint egy rúter oda-vissza az emberi szervezetben, de nanoméretben. És ez az agyam is képes kapcsolatot teremteni ez a nanoszerkezet. És az oltottaknak, akik vakcinát kaptak, ez az én tapasztalatom, hogy magcímük van, 12 karakterű, alfabetikus a magcím, tehát két karakter, kettős pont, két karakter, mindig kettős pont, és eddig 12-t tesz ki, és elő csak a pútú jelent. Most ennek a kérdést kellene megtenni, mert akkor ezt lesz nyelven. Igen, de hát erre szeretnénk választ, mert még nem kaptunk erről választ, hogy ez is benne van a vakcinában, és erről nem is esett szó. Tehát tulajdonképpen minden egyes oltottnak van egy magcíme. Hát azt lehetne mondani. Miért szépen, hogy a kérdést tegye fel, és ne egy előadást tartson. Hát akkor köszönöm szépen, akkor én már ezt fel is tettem. Mindenki saját maga meggyőződhet egy arra alkalmas mobiltelefonnal, hogy van-e neki vakcíme, vagy nincs. És arról is, hogy tapad-e rá a mágnes, mert szuper mágnesesek lesznek az oltottak nagy része. Erről én magam is meggyőződtem, kint a temetőben is vannak a magcímek, a nem frissen eltemetett halottnál. Köszönöm szépen! Teljesen igazából a tízen tartalmat. Amiért erről nem esett szó, az azért volt, mert az én feladatom az mRNS és a mod-RNS közötti különbség megmagyarázása volt, azért, mert a jövőben valószínűleg minden oltás nem M, hanem mod-RNS alapú lesz. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valami remény, hogy ennek a mod RNS-nek a terve egyesület bármilyen, hogy fel tudunk elépni, hogy ne legyen. És ha szabad még egy kérdés, hogy tudunk-e bármit, hogy kapcsolatban van, amit szintén a orvosokat tisztáltásért, akiknek meg én nem tudok ereket köszönni, tudunk, hogy egy speciális tehénye lipid anyag keletkezik, hogy az vajon ezeknek a foszfor, meg az egyéb miatt keletkezik az a bizonyos hosszú, amit a balzsamozók találtak a lágyépi vénában, hogy milyen módon keletkeztek ezek a vérrögöknek mondott fehér-lipides vissza. Az első kérdésre nagyon könnyű válaszolni, mert azért vagyunk itt, azért jöttünk össze, hogy megpróbáljuk valamit tenni éppen ezekben az oltások ellen. A második kérdésre nagyon könnyű, mert itt, ahogy valaki megkiabált, az aminoid is benne van, de benne vannak azok a szerkezetek, amik az oltásban benne vannak, a grafén, a hidrogén, amiről az előző úr beszélt, és ezek képezik valószínűleg együtt ezt a bizonyos hidrogél műanyag részecskét, aminoiddal bevonva ezt a kemény, rugalmas valamit. Én nekem ezzel a szakmán, én nem vagyok patológus, a képeket látom, de ennyi. Hozzá valamit? Csak azt mondjuk, ezek azokat a
fehérjéket tartalmaznák, ugye, amit pontosan említettél. Tehát mivel nem egyféle fehérje típust állít össze, nem hanem többféle, a prion, a prion fehérjét is, azokból áll össze ez a fehérje alakú vérrög, ami benne van. Tehát nem típusos vérrög, hanem benne van. És még egy gondolatot akarok mondani, hogy amit itt mondott az egyik hozzászóló, most annak nincs jogalapja, hogy most nanorobotok, stb. Van benne, de ennek egy kiváló jogalapja van, amit most hallottunk, az, hogy ez egy mesterségesen előállított DNS darab, tehát egy gén manipuláció. Ez az előadás egy az egy elég lenne a bíróságon ahhoz, hogy a bírót meg lehet győzni, hogy itt ez történt. És valakit ezért büntetni kéne. Ez tökéletes, ez mindent tartalmazott, amit előadás. Fölvehetnénk mi is, és föl lehet egy följelentést lehet tenni, ismeretlen tettes ellen, és gondolják el, hogy Magyarországon ki a felelős azért, hogy egy génmanipuláció történt, ugye, amit 1-től 5 évig és 2-től 8 évig is, mivel itt azért többféle betegségvel 2-től 8 évig is lehet, valamit, ez egy nagyon jó lenne, hiszen teljesen logikusan bárki megérti, aki itt van, ugye a bíróságnak is meg kell érteni, meg kéne próbálni. Köszönöm. A gyerekkortásban tették még valahogy, én azt hiszem. Ezt nem tudjuk sajnos. De egy részét a kérdéstetnénk nem válaszolta meg a lipidnanopurkot, ami már az oltásban benne van, tehát azt nem a mi szervezetünk alakítja ki, az már az oltásban benne van, abban csomagolják ezt a módosított RNS-t, hogy bejut a szervezetbe, amikor beinjekciózzák minden sejthez és minden szervhez eljusson, és ezt ki van mutatva, hogy el is jut valóban. 4 órán belül lejut, és 24 órán belül teljesen elosztjuk a szervezetbe. 48 órán át pedig az elosztás már olyan kérték, hogy tovább nem változik. Beher Péter vagyok, a mérnök informatikus. Jó, Beher Péter vagyok, mérnök informatikus, és egyébként az első hozzászólónak az üzenetét meg tudom elősíteni, mert én is végeztem kísérleteket, és még annyit tennék hozzá, hogy ki lehet szedni, nekem sikerült, tehát van rá módszer. Viszont a kérdésem, mivel a biológiához nem értek, hogy ez az élelmiszerrel bejutatott mRNS, ez én azt hallottam róla, hogy emiatt nem kell aggódni, mert hogy egy gyomorsabban lebomlik ez egy hosszú nukleinsav, és hogy vagy van valami csomagoló, vagy... Az mRNS lebomlik, tehát igen. Amit megeszünk minden egyes sejtnek, a sejtmagja van, genetikai anyaga, és a citoplazmában van mRNS. Ezt a gyorsan lebonja. A módosított ellenes nem bevonja. Azért soha nem bonja egyáltalán. Egy idő után ülő lassan a szervezetből, nyilván valaminek minden bolygunk valamelyik, de nem nagyon gyorsan, meglehetősen lassan. És éppen azért alakították át így, hogy ne bomoljon le. Tehát, hogy ne legyen olyan enzimek, amit kezdhetünk elmondani. És arra viszont van megint dokumentáció, hogy amikor terhes asszonyok szoptatnak, a gyerekből kimutatható az mRNS, akkor nem a gyerekből, bocsánat, a tejből, amit a gyerek szív, kimutatható az mRNS. Tehát, hogyha egy tehenetbe injekcióznak mRNS injekcióval és számos ilyen injekcióval, nem csak tehenekre, szárnyasokra, még a tengergyümölcseire is, azokat is be tudják injekciózni, vagy vés injekciózzák most már, mRNS injekciókkal, ezek bekerülhetnek oda, és amikor megesszük, miután nem bomlik le, megesszük, bennünk sem bomlik le, bennünk marad, és szerepe van. Igen, és azt is tudni kell, hogy 2012 óta a baromfikat, 18 óta a sertést, tavalyi év óta pedig a marhákat is mRNS injekcióval oltják. Tehát plusz erőt figyelem. Jó, ez. Szeretem. Politikai jellegű, de ideillő kérdésem lenne, amennyiben Oroszország és Ukrajna egyességre jutnak, és a szertana ország a Magyar Királyságnak visszaszolgáltatnak a nemzetközi jogit szól. Kárpátalja, amely soha nem lépett be, mint Magyar Királyság, se a WHO-ban, se másféle ilyen kitegyedve, van-e jog a terrorral a WHO-nak az ott élő embereket beoltani? Igen. Köszönöm szépen!
nem tudom, hogy jóval van-e, de katonai ereje van, mert amennyiben a WHO szerződést aláírjuk, minden egyes aláíró ország rendőrsége és katonasága a WHO hatásköre és irányítása alá fog tartozni. Hát a pandémia idején, de azt megtanulok. Elnézést, nem voltam eléggé tiszta. Ha visszaadják a magyar királyságnak, az nem Magyarország. Két külön állam, van köztársaság, van királyság. A királyság soha nem lépett a WHO-ba, akkor van-e joga? Miután, ha Ukrajna aláírja, mint az előző jogállam, igenis van. Semmi köze nincs Ukrajna a magyar királysághoz, semmi. Ez így van. A nemzetközi jogról. De a testület jogelődje, hogy úgy mondjam, én nem vagyok úgy védtár, én ezt nem tudok hozzászólni. Nincs jogfolytonosság, nincs. Igen, Attila, de ilyen alapban nincsen jogfolytonosság a négy cég kapcsán se, amit most Magyarország visz, ugye? Tehát, hogy igazából Magyarország ilyen nincsen, van a négy KFT-nek alapítvány, meg nem tudom, ami New York-i tőzsdébe van jegyezve, ezeknek nincsen. Haló? Igen, csak én egy pillanatra hozzászólnék. Mondjam, hogy ő egy lehetőséget mond, félreértitek, ő egy lehetőséget mond, ha visszalépünk, minden alól megbesülhetünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, ha visszahozzunk, mert ezáltal minden alól megbesülünk. Minden külföldi jogtól, NATO minden alól. De ezt meg kell szervezni, jó? Kéri, mondd el még a szkitákat, hogy ők küldtek a WHO-nak. Hogy? Hogy a szkiták küldtek a WHO-nak, két okozó levelet, vagy kiszálló levelet. Lásd, jelző a WHO. Meg mire gondolsz most? Nagy Gábori. Ja, Nagy Gábori, persze. Ja, itt ültek, igen. Majd erről beszélek külön, hogyha lesz egy kicsit az kitaságról, jó? Na, tehát ez egy lehetőség, és ez a megoldás. A szempontatlan, szempontországa, semmi más megoldás nincs, mert ezek minden jogot magukévá tettek, mindenkit befolyásolnak, mindenki rabszolga a világon. Az a 200 ország, aki az ENSZ-nek tagja, bárminek tagja. Egy nap alatt ki lehetne lépni, de ezt nekünk kéne elindítani. Erről majd beszélünk sokat, majd legközelebb, jó? Köszönöm. Köszönöm. Hát amit én mondtam, az ugyanez, csak másik oldalról. Tehát, hogy most nem veszik figyelembe, hogy a Magyarország esetén az, hogy nem ezek a cégek, amelyek be vannak jegyezve, mivel ezek a képviselői a magyar népnek. Ugyanúgy sajnos az ukrajna esetén is ugyanez várható, hogy ha csak nem csináljuk meg ezt, amit az ügyedén mondom. Köszönöm. Egyetlen mondatok. A mesterséges intelligencia kiadja az eredményt, hogy a magyar királyságot soha nem szüntették meg. Ezt nem árt, hogy mindenki tudja. Magyarán, ahogy volt három része szakadt ország annak idején. Habsburgok, török hódoltság, Erdély. Ahogy van Észak- és Dél-Vietnám volt, Észak- és Dél-Korea van. NDK-NSZ volt. NDK-NSZ volt. Két külön állam, semmi közük egymáshoz, jogfolytonosság szempontjából. Nyugodtan minne lehetne most Magyarország köztársaság, mint ami most, amivel élünk, és külön Kárpátalja, mint deklarált másik állam, ahol a királyságnak visszaszolgáltatják a tőle elrabolt területet nemzetközi érvényes jog alapján. Erről akartam tájékoztatni a társadalmat. Köszönöm szépen a figyelmet! Akkor majd szeretettel köszönjük Bartos Zsuzsának, hogy itt volt és megtartottak vele. Most igazából egy szünet következik. Az lenne a programunk utána, hogy a jogról beszélünk, és Vidéki Henriett a vezetésével, aki sok mondanivalót hozott magával, Angelikával folyamatos konzultációban van. Most beszélni végig, vagy két napot? Hogy még a szünet előtt? Akkor még a szünet előtt viszont Pócsalkétnak adnám a szót, mert a kitelő kormányzatokról fog néhány szót mondani. Csak fölhívom a figyelmet arra, hogy három nappal ezelőtt Egerben is megalakítottuk a Heves megyei Szkíta önkormányzati.
és azért mondom ezt, hogy mindenki készüljön, hogy aki ismer megyébe szülei valahol laknak, és melyik megyébe nincs meg, kezdjük el csinálni, és egy országos hálózatot képíteni, és akkor egész másképp lépjük fel, hogyha minden megye képvisel bennünket, mint hivatalos szerv, bejegyezzük magunkat, a közjegyző bejegyez, tehát támadhatatlanok vagyunk, és ugyanezeket az elveket, amit most hallottunk, mi tudjuk majd hangoztatni. Jó? Ezt akartam mondani, meg egy fölhívást tennék csak úgy, hogy őszre, augusztusban szervezünk egy utat Törökországba 20 nap, ahol minden dolgot megnézünk, ami fontos, ezt Zsuzsának is mondom nektek is, hogyha valakit érdekel, a magyarsággal kapcsolatban, Imródhegy, a Bibliával, a Bantó, Szűzanya, Szülőháza, stb. Ha valakit érdekel, lehet jelentkezni. Egy 20 napos út, csodálatos, minden benne lesz, ami Törökországban, és együtt mehetünk. Köszönöm szépen, egy reklámhely volt. Köszönjük szépen, és akkor 17 órakor pontosan folytatjuk a programot, addig szünet van. 17 órakor itt, és akkor pontosan kezdjük Kisvidéki Henriettával a jubileumról.